Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket kávéházi estünkön. És ne ijedjenek meg, tudom, hogy nagyon sokan most itt néztek, hogy hol van Buka Enikő, és miért nem a kávéházi dal szólalt meg elsőnek, de úgy gondoltuk, hogy ugye miután ma Erzsébet királynéről lesz szó, hát kicsit ilyen nagyon bugy után vennék ki magát, hogyha most ilyen kávéházi dalokat énekelnénk, és éppen ezért azt beszéltük meg Enikővel, aki most sajnos nem tudott eljönni, hogy Erzsébet királynéhoz sokkal inkább illik ugye a keringő, és éppen ezért Ferenczi Béa lesz ma velünk, aki ma keringőket fog nekünk itt zongorázni. Úgyhogy köszönjük szépen Ferenczi Beának. S engedjék meg, hogy bemutassam vendégeimet, Cédli Mónikát, Juhász Annát, és Kanizsai Szilka Ágnest. És természetesen, bár ugye a téma az maga Erzsébet királyné, de mint ugye benne volt a divat, tehát mindannyian kicsit azért divattal is foglalkoznak, de én azt szeretném inkább mondani, hogy stílussal foglalkoznak. És ha már Erzsébet királynénál tartunk, ugye idén Erzsébet királyné születésének 180. évfordulóját ünnepeljük, illetve a koronázásnak a 150. évfordulóját. Mónén először szeretném, be van kapcsolva, azt nem? Köszönöm szépen. Először téged szeretnélek megkérdezni, mert a te neved azt hiszem az, ami Magyarországon, de ma már nem csak Magyarországon, hanem mondhatjuk azt, hogy szerte Európában is, összefort Erzsébet királynéval, Erzsébet királyné ruháival. Mióta foglalkozol, tudom, óvodáskorod óta, mondjuk így, jó? Tehát akkor olyan, mióta foglalkozol pontosan Erzsébet királyné ruháival? Hát igazán nem pontosan 2004 óta, hiszen mögöttünk van a festmény, ami kicsiben látható, de a Gödöllői kastélyban nagyban. És én 2004-ben besétáltam ebbe a nagy terembe, és akkor megdöbbentem, hogy én tulajdonképpen ezt a ruhát álmodom napi szinten. És akkor döntöttem el, és lerohantam az ajándékboltba. Erzsébetről az összes könyvet megvettem, amit ott lehetett éppen vásárolni, és elkezdtem utána olvasni, és apránként jöttem rá, hogy bizony már nagyon régóta foglalkozom Erzsébetről, de ehhez a dátumhoz volt kifejezetten köthető, tehát 2004 óta. Óvodáskorod óta, mondom én. Jó, tehát elmentél a szüleiddel a kastélyba, sokan csinálnak így, és ugye a kislányok nagyon szeretik Erzsébet királynét. Anna, te mikor találkoztál először igazából Erzsébet királynéval? Én is mindenkit sok szeretettel köszöntök. Jó visszatérni Csaba ide, erre a csodálatos helyszínre. Hát Erzsébet királynéval nyilvánvalóan először gyerekkoromban, mert hogy, és ez nem csak az én családomra jellemző, talán mindannyiunkra jellemző, hogy az ember keres olyan személyeket, nyilván én kiemelten női alakokat, mind a regényekben, amiket elolvastam, mind azokban a filmekben, amiket megnéztem, és tényleg gondoljunk Anna Kareninától Bovarinéig, a rengeteg Bronte regényhősnőig, akik valamiképpen újat mutatnak az életben, és valamiképpen hagyományőrzőek. Én már nagyon kiskoromtól megfogalmaztam, hogy mi az a két dolog, ami nekem fontos lenne, és kiket szeretnék példának tartani. Ezek olyan nagyon erős asszonyok, de az erő az sokféleképpen, a gyengeség is lehet erő, vagy hogy majd talán erről beszélünk. De olyan asszonyok, akik egyszerre tudtak tradicionálisak lenni, és forradalmárok valamilyen területen az életükben. És hát nekem szerencsés családom van, mert hogy nagyon erős férfi volt, aki utat mutatott nekünk, és emellett pedig olyan asszonyok mellett nőttem föl, nagymamám, nagynéném, barátok, édesanyám, akiknek mind megvolt a saját hangja, és ez egy olyan hang volt, ahol volt hivatás, voltak gondolatok, természetesen valamilyen, hát nálunk ugye mindenki művészettel volt megfertőzve, és emellett pedig volt egy nagyfokú történelem, és ez most hurán hangzik, de hát ez az este erről fog szólni. Valamiképpen valóban nem csak a divat, hanem a stílushoz való vonzódás. Tehát, hogy édesanyám, aki egy háromszakvizsgás orvosnő, immunológus, hematológus, reumatológus, gyerekkoromban nem tudtam kimondani, Rócsit Klárához járt ruhákat varratni, és úgy nőttem föl, hogy különböző ruhaműhelyekben, amikor éppen volt pénzünk, aztán pedig ezeket hordtuk mi is később átalakítva.
Tehát, hogy valahogy az, hogy adjunk a kinézetünkre, az, hogy odafigyeljünk a külső-belső egyensúly, ez nagyon fontos volt. És amikor Mária Teréziáról, Erzsébet királynéről, de egészen különböző, mondjuk nekem Kleopátra, nyilván a szemem látszik, úgy festem gyerekkorom óta. Tehát az ember ikonokat keres, életrajzokat kezd el olvasni, nyilvánvalóan Sissiről, az a nagyon híres Romy Schneider-es film, mindannyian láttuk a tévében. Fogunk beszélni majd egyébként. Tehát, hogy benne volt az életünkben szerintem Erzsébet királyné, nem is tudtuk volna kikerülni, és azt gondolom, hogy mind kinézetével, mind tartásával, mind életével egy ikon volt. Szerintem nem csak nekem, hanem sokunknak, mert nagyon régóta. És ha most ezt felhoztad, hogy ugye ikon volt, akkor én emlékszem arra, amikor mi találkoztunk először pár éve Ágnessel, és akkor megtudta, hogy én Gödöllőről jöttem, és akkor ő rögtön mondta, hogy Úristen, Kastély és Erzsébet királyné, és neki az egy nagy álma, hogy egyszer ott legyen majd valami bemutatója. Ez már azért összejött kétszer is. És majd hamarosan újra, erről is fogunk beszélni, de hogy Ágnesnek is ugye egy nagy ilyen ikon, vagy nem tudom, mi volt igazából? Először is én is mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, és nekem mindig egy ha itt ülhetek kint, mindig könyvbe lábad a szemem, és nem vagyok egy síros fajta, ezt tudniuk kell, csak egyszerűen a gyerekkorom jön vissza, és hogy mindegyünket igen más inspirált. Én is ikonokat kerestem, nekem a környezetemben nem volt, de abban az időben, amikor én még kisgyerek voltam, akkor voltak ezek a híres kis sziszi filmek, és akkor én azt mondtam, hogy atya ég, hát ilyen létezik, ilyen van, és nekem mindig ő volt a példaképem, ő szerettem volna lenni, és mindig az, hogy egyszer azon a kastélyon hagy nézhessek én is ki, és azt láthassam, amit ő láthatott azon az ablakon, amikor kifelé néz, és nagyon-nagyon szerencsés vagyok, több dologból is. Először is azért, mert hogy én Baranyában nőttem fel, és Pécsen a Nádorban dolgoztam, amikor ott nálunk azért Herendikkel, Ezüstökkel volt a felszolgálás, és akkor azt mondtam, hogy már ott, hogy itt vagyok. Hát erről beszéltem, hogy ugye ilyen készleteket fogok a kezembe, és amikor megtudtam, hogy Csaba hova valósi, amikor én megismertem őt, Péter Fülöt, és azt mondtam, atya, ilyen csodálatos dolog. És amikor először vettem részt itt kint, a divat bemutatón, és először, amikor találkoztunk itt a sajtótájékoztatón, akkor én azt mondtam, hogy én egész életemben erről álmodtam, és hogy mégis meg tudott ez valósulni. És én nekem a divat, vagy a stílus, az később jött, már úgy, hogy felvállalva, mert azért az én szakmám a vendéglátós, 30 évig szolgáltam az embereket, és nagyon nagy szeretettel teszik a családom is tovább, és most másképp szolgálom az embereket, mert megpróbálok egy stílust adni nekik, egy egyedit, ami majd biztos, hogy beszélünk arról, hogy mi az, hogy Szilka, és mi az, hogy az én divatom, vagy az én egyediségem, és mi az, ami... Nagyon sokat hallottunk tőled, és fogunk a ma este hallani, hogy a Sissinek az öltözködése miben volt egyedi, miben volt más, és miben volt a hagyományőrző, és miben nem volt hagyományőrző. Úgyhogy nekem, igen, rajta kívül Sissin kívül, nekem is Coco Chanel, aki azt mondom, hogy nem tudott rajzolni, de tudott csodálatos ruhákat készíteni. Én se tudok rajzolni, be kell, hogy valljam. Viszont azt gondolom, hogy a ruháink csodálatosak. Tehát, hogy mindenkitől azt vettem át, és azért a példaképem, amivé válni akarok, amit tanulni akarok tőlük. És így lett meg. Így lettem én, így alakultam át, és ilyen a Szilka is. Erzsébet királynéről ugye mindenki azt adja, hogy egy Európa legszebb hölgye volt, legszebb asszonya volt. Ugyanakkor, hogyha azért valaki megnézi ugye a fotókat, azért nagyon sokszor látunk ugye mondjuk úgy korai fotókat Erzsébet királynéről. Hát amikor sok minden mondható erről, csak az nem, hogy szép. Hát igen, ezen mindig mosolyogni szoktam. Szóval azért tudjuk azt, hogy azért a nőideál azért változik. Tehát a mi időnkben is változik. Tehát amikor mi gyerekünk voltunk, akkor is más volt az ideál, most is más. És más lesz majd 15 év múlva. Na most ebben a korban Erzsébet királyné, mint nőideál tökéletes volt, hiszen, és akkor itt most rögtön adatokat fogok mondani, hogy hát Erzsébet királyné 172 centi magassága már gyerekkorában igencsak kitűnt,
hogy magasabb, mint az átlag, hiszen tudjuk, hogy ebben a korban az átlag magasság 160 cm volt. Tehát már eleve ez adott volt, hogy akárhol is volt Erzsébet, akár fiatal korában vagy idős korában, már eleve kitűnt a tömegből. Ehhez jött a bájossága, amit tudjuk, hogy édesanyja, mikor is van a kockásruhás kép, ezt így szoktam mondani, mert ezt mindenki ismeri, Erzsébet királyné, hogy milyen bájos, de nem túl szép. Hát egy édesanyja azért, legyünk őszintén, a saját gyerekéről, hát nem szokott ilyet mondani, mert hát elfogult, de mégis édesanyja ezt mondta Erzsébetről. És Erzsébet királyné egész élete folyamán megtartotta ezt a bájosságát, és lehet, hogy a fotó nem adja vissza, de egész élete folyamán az írásokból és a beszélgetésekből is mindig tudjuk, hogy Erzsébet királynénak volt valami olyan belső szuggesziója, amivel hatott az emberekre. És azért a képeket, korai képeket, ha megnézzük, a képeket összehasonlítva, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy próbáljuk még a korba elhelyezni, azért a többi hölgyekhez képest bizony Erzsébet királyné szép volt. Szerinted ő, amikor ugye tudjuk, ugye, hogy királyné lett, nem annak szánták, ugye maga a történetet, azt valószínűleg azért nagyon sokan ismerik, Romy Schneider filmet szerintem körülbelül mindenki látta. Az az a film, aminek a fele sem igaz, tehát ne tessék elhinni semmit. Tehát azért sok mindent el lehet mondani arról a filmről, de az arra készült, hogy jól el lehessen adni a világban, és jól el is adták, tehát még most is szerintem minden karácsonykor levetítik legalább háromszor. Ez olyan, mint a Kevin, a nem tudom én mi, ez a reszkesketek betörők, igen. Tehát ez a Sisi film is pont ilyen. Karácsonykor tuti, hogy levetítik valahol. Tehát ez az a film, ahol ugye a fele sem igaz. Gondoljanak bele egy 15 éves lány, akit igazából nem királynénak nevelnek, nem királynénak szánnak. Hogy ez most szerelem volt első látásra, vagy nem, ezt sem lehet igazán tudni, mert hogy olyanok is, olyan feltételezések is vannak, hogy Ferenc József, ugye Ferenc József édesanyja Zsófia, aki azt szokták róla mondani, hogy az egyetlen férfi volt a Habsburg házban, és ő kiválasztotta ugye az unokatestvérét, Helenát Ferenc Józsefnek. Ferenc József igazából pedig nem nagyon akart egyébként megnősülni. Tehát egy katona volt, katonai neveltetést kapott őt, az érdekelte egyedül, tehát tipikus ilyen katona, kicsit poroszos, kicsit németes neveléssel, és úgy gondolta, hogy akkor neki ne mondja meg az anyukája, hogy őt kit vegyen el. Ezért nem a kijelöltet veszi el, hanem Helenát. Na most ugye, hogy ez szerelem volt, nem lesz szerelem, ezt pontosan nem tudjuk, nem voltunk ott. Tehát egy 15 éves lány nem kapott neveltetést, ezt ugye el is mondják nagyon sokszor. Van, ez így van, hiszen Erzsébet királyné tudjuk, hogy az eljegyzés után szigorúan Zsófia megírta a levélben, hogy ő mindenféleképpen szorosan kell fogni Erzsébetet, tehát egy csomó mindenre kitértek, de főleg az, hogy hát az etikett, az udvari etikett, ami ebben a korban, és hát mindig mosolyogni szoktak a fiatalok is, de hát az idősek is, bár azok azért jobban értenek az etikethez és az igazi olyan dolgokhoz, amik már nem is tanítjuk, hiszen hát van, aki már el is felette, de tudni kell, hogy ebben a korban nem lehetett máshogy létezni, hanem a lányokat, tehát pici kortól kezdve szigorúan arra tanították, ami a hétköznapi életben tulajdonképpen a lányokat eladhatóvá tette. És ez egy nagyon csúnya mondat, tudom, de ebben a korban sajnos leányvásárok voltak a bizonyos bálok, amikor is a férfiak hát meglátták azokat a lányokat, akiket ugye szerettek volna asszonynak választani, mert hát nem a lányok választották a férjeiket, hanem mindig a szülők döntétek el, és sokszor ezek a házasságok ugye vagyoni házasságok voltak, mert hát a történelemből tudjuk, hogy hát ezek érdekek fűztek hozzá. És pláne egy császárnál, azért legyünk őszinték, egy császári udvarba, ott azért nem volt mindegy politikailag sem, hogy esetleg egy császár kit választ magának feleségül. És ezért minek után, hát tudjuk Zsófia milyen volt, ő mindenféleképpen szerette volna a vagyont egyben tartani, és ez egy nagyon fontos, hogy egyben kell
tartani, és ez döntött végül is, én azt gondolom Zsófiánál, hogy hát akkor belenyugvott, hogy hát jó van, hát akkor legyen Erzsébet, és Erzsébetnek, és itt jön megint, hogy a kép nem adja vissza, de hát a bája. Tehát valószínű, hogy Ferenc Józsefet Erzsébet királyné bája fogta meg, hiszen találkozott Erzsébettel a bál előtt, és ezt tudjuk, és ott döntött el talán, hogy valami Erzsébet, pont az, ami nem jön át, amit nem tudunk, csak elbeszélésekből, és ez fogta meg Ferenc Józsefet, és az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy őt szeretné feleségül venni. Egyet ígérhetek, csapongani fogunk, jó? Tehát azért így el fogunk menni Erzsébet királynétől a mostani korig, hiszen ugye vendégeinket is azért hívtam, hogy azért őket is megkérdezzem. Anna, a te életed egy kicsit azért szintén adott volt születésedtől kezdve, hiszen ugye egy irodalmi családban nőttél fel, orvosi családban nőttél fel, mai szóval mondhatjuk azt, hogy egy polgári családban nőttél fel, és azért ott is volt azért etikett, ott is meg volt a rendje mindennek, nem? Tehát, hogy ezt hogyan lehet megélni úgy egy kislánynak, aki mondjuk egy ilyen családban van? Tehát ezt te hogy érted át? Így van, még annyit hadd kössek Mónikához, mert nyilván ugye hallgatjuk és figyeljük azt, amit a másik mond, és ez nagyon izgalmas, mert ugye arról már egy picit beszélt Móni is, meg szinte mindannyian egy picit utaltunk rá, hogy tényleg változik a kor, és ugye a divat is változik, az is, hogy mibe divat, meg az, hogy milyen nőideál van. De ugye, amit Móni mond, hogy egy picit visszamegyünk, és én is itt mindig olvasás élményekre gondolkodom, de ismerjük a nehézségét, meg a könnyebbségét is annak, hogy volt egyfajta, másfajta rend az emberek életében. Ugye ettől szenvedett annak a rendjén, hogy ő is valakihez hozzá kellett, hogy menjen, aztán ő vágyott másra. Mégis volt egy rend, büszkeség és balítélet, és számtalan könyvet tudok mondani, ahol valóban arról szól, hogy a lányokat arra nevelték, hogy férhez menjenek. Még az én nagyanyám is erről mesélt, és próbálta nekem, amikor pici voltam, teljesen tiltakoztam, mert ugye mi már más generáció voltunk, hogy mi a fontos kislányom, jól férhez menni, hogy kell viselkedni, és nem, mondjuk az én nagymám, ugye anyai ágon nálunk grófi családban, Kilian család, tehát egy grófi családban meg aztán egészen más volt. De nagyon érdekes ez, hogy mert mondtad, hogy ugye talán rosszul hangzik, vagy csúnyán hangzik, hogy mire nevelték a lányokat. Én mindig úgy vagyok ezzel, hogy tényleg mindenkornak megvan az előnye és hátránya, szerintem, és ez most szigorúan magánvélemény, talán egy picit több boldogabb ember lenne ma is, hogyha lenne egy kicsit erősebb rend az életünkben. Tehát most mindenki annyira mindent szabad, és már nincsen törvény, és már mindenki mindenkihez oda megy, és nem látok több boldog házasságot és párkapcsolatot, mint amikor valakik tartották magukat egyfajta belső törvényhez, hogy kell tisztelni egy másik embert, és ez nem azt jelenti, hogy egy férfi vagy egy nő erősebb egy kapcsolatban, csak ott tiszteljük a másikat. De hogyha tényleg egy picit visszamegyünk az én gyerekkoromba, igen, tehát, hogy engem például arra neveltek, hogy van mindennek felelőssége. Hogyha az ember beleszületik egy olyan családba, ahol kvázi, nem is az a jó szó, hogy híres emberek, fontos ember, olyan művész ember van, és ez volt az adott közeg, hogy minden szombaton vendégség, minden vasárnap vendégség, akkor nekünk már 5-6 évesen a nővéremmel kánonba kellett énekelni minden szombat este annak az adott 15-20 embernek, aki éppen ott ült, filozófustól íróig, és prózát mondanunk, és ez nem is az, hogy szórakoztattuk őket, ez volt az alapvetés. Tehát, hogy részt veszünk egy társalgásba, és nyilván először megkapjuk a csokit a vendégség elején, amiben beleeszünk, pedig nem kéne, de aztán pedig mindig valamilyen produkcióval készülünk, vagy érdeklődünk, van egyfajta gondolatiság az életnek, amikor országvárosozunk, az nyilvánvalóan nem 20 percig tart, és nem kólamárkákat sorolunk föl, hanem folyamatosan az édesapám elmesélt minden egyes betű kapcsán annyi tudás, hogy 5-6 óra volt egy országváros, persze már mindenki állatéhes volt a végén, hogyha ezt elkezdtük délután. De hogy igen, szóval nálunk egy elég erős rend volt, és azt gondolom, hogy a családunk ugye két része volt. Az egyik egy alkotó az édesapám révén, akit ne felejtsünk, hogy egy bíjai paras családból jött, tehát ott ő az, aki így felküzdötte magát a tehetsége révén. És jött a német grófi ág, ugye megismerkedett édesanyámmal, ahol meg egy egészen másfajta
rendszer volt, és nagyon izgalmas volt ennek a kettősségében felnőni, de ami fix, és hát nem hasonlítjuk nyilván Erzsébet királynéhez, vagy ehhez a családhoz, de talán ami egy picit mégis hasonlítható, hogy nálunk is megvoltak a törvények, a belső szabályok, hogy kell viselkedni társaságban, hogy kell felöltözni, hogy kell beszélni, hogy kell megtanulni, hallgatni adott esetben már gyerekként, és hogy kell aztán megszólalni, hogy kell jól kérdezni. És én azt gondolom, hogy és hát mindig olvasni kell, és ez mind az, amit én most felnőttként tudok alkalmazni. Persze az út, mint gondolom mindannyiunknak, egy picit ilyen kacskaringos volt, tehát nem volt egyértelmű, hogy mivel fogok foglalkozni, de az, hogy tudjak magabiztosan beszélni, vagy figyeljek egy másik emberre, az biztos, hogy ebből a neveltetésből jön. És akkor Ágnestől is természetesen, mert hát Ágnesnek én tudom, az nagyjából tudom az élettörténetét, azért mi sokat beszélgettünk egymással. És mint ahogy elmondta, hogy egy kis településről származik, tehát hogy lesz az, hogy egy olyan kislány, aki egy kis településről származik, aki nem ezüst kanállal a szájában születik, mégis létrehoz egy olyan, hát nem is tudom, szalont, mondjuk szalonnak, ugye, mint a Szilka, hogy a divattal kezd el foglalkozni, hogy tényleg mondjuk úgy azt a pályát, amit akár mondjuk Annának az édesapja is, úgyhogy egy kis faluból származik, önmagának köszönhetően bejárt. Tehát, hogy az Ágnesnél ez mi adta meg mondjuk úgy azt a lökést, vagy azt a lépést, talán az önértékelés és az önbecsülés, tehát az én életemben az első 14 évben, és egy pici párhuzamot szeretnék Erzsébet királynéval, hogy az ő önértékelését is, és az önbecsülését is folyamatosan azért az édesanyja se emelte, és tegyük hozzá, hogy a Zsófia sem, hisz állandóan az lett bizonyítva, hogy mit nem tud. Tehát nem az lett kiemelve, hogy ő milyen értékes személyiség, vagy milyen kisugárzása van, vagy hogy tud az emberekkel bánni, hanem az, hogy mit nem tud. Nem tud nyelveket, nem tud így, nem tud öltözködni, nem tud úgy étkezni, nem tudja végigvárni, amíg a beszélgetés befejeződik, hanem belevág, mert egy vidéki, csodálatos, szép, tiszta lelkű kislányként került egy császári házhoz. És ez nálam is valami hasonló volt, hogy egész kislánykoromban azt mondták, és így nem tudom, hogy ez mit mondanak neki, hogy egy ilyen legyintés, hogy úgyse lesz belőle semmi. És az én önértékelésem, az inspirációm az, hogy nem, belőlem igenis lesz valaki. És ugye mindig, én jelen pillanatban is kicsit a végletek embere vagyok, mert annak idején ezt mondták rám, hogy belőle úgyse lesz semmi, senki. Most meg azt mondják, hogy én nem tudom, kikkel állok csak szóba, és hogy mennyire... Nem. Én azt gondolom, ezt az utat bejártam, és pontosan tudom, hogy honnan jöttem, és én nagyon sokszor szeretnék ezzel mutatni utat másoknak, hogy az, hogy a szüleink nem azt a példát mutatták, vagy nem úgy emeltek fel bennünket, ez nem baj, hanem az, hogy mi akarjunk többek lenni, hogy mi akarjunk mások lenni, mi akarjunk azok, akik képezzük magunkat, igenis tanulunk. És hogy én 48 évesen diplomáztam le, semmihez nem kellett az életembe, csak magamnak. Tehát én elértem a szakmunkásképzővel azt, hogy voltak éttermeim, és felépítettem egy életet, egy családot, és amikor azt mondtam, hogy a saját önértékelésem miatt, és a gyerekeimnek példát mutatva, hogy ebben a világban azért most már kell, tehát abban az időben lehet, hogy meg tudtunk élni egy szakmunkásképzővel, egy jó szakmával a kezünkbe, biztos, hogy emlékeznek erre önök. De azért ez most a mai világban nem így van. És én azt gondolom, hogy igen, át kell vennünk azt, amit tudunk a régiektől, és kell egy újat mutatnunk azt, hogy hogyan tovább a fiatalságnak. Nem véletlenül vannak egyébként ezek a kitérők, mert hogy itt is elhangzott az a szó, hogy önértékelés. Itt is elhangzott ugye az, hogy maga a neveltetés az mit jelent. Ugye a második lány, olyan második lány volt, ő az, akinek jól kell férjhez menni. Tehát tanuljon meg főzni, stb. És szeresse a férjét, jól kell férjhez adni, az első lány az, akiből majd lesz valami. És azért láthatjuk ugye, hogy azért Erzsébet királynéból is azért sokkal több lesz majd, és ez nagyon érdekes, ahogy ő
megerősödik. Igazából ahhoz, hogy ő megerősödjön, azért el kell tenni egy jó pár évnek ebben a császári udvarban. Én mondhatom azt, egy picit úgy érzem, hogy ahhoz, hogy ő megerősödjön lelkileg, ahhoz az érzelmeket azért elég jelentősen félre kellett tenni. De miután divatról volt szó, és divatról beszélünk, és Erzsébet királynéről, mint divat ikonról, mondjuk el ugye, hogy te mondtad, 172 cm volt, 50 kiló. Hát nagyságrendig, mert azért ez változott, azért Erzsébet királynak tudjuk, hogy voltak olyan korszakai, amikor hát én azt szoktam mondani, 45 és úgy 55 kg között volt talán egész élete folyamán. 172 centihez maximum 55 kiló. Hát így van, hát szóval az nem mindegy. Jó, és akkor még ehhez azért ugye mondjuk súlyosabb egyéniség volt, akkor volt 55 kiló, és mindehhez ugye olyan szoros fűzőket hordott, ami... Hát erre szoktam azt mondani, hogy hát bizony nem. És ezt azért tudjuk, hogy nem, mert Erzsébet királyné, mikor férjhez ment 1854-ben, akkor a hozományában Erzsébet királynénak 4 darab fűzője volt. És ezt az egyet szoktam mindig kihangsúlyozni az embereknek, hogyha egy lánynak a fehér nemű garnitúrájában, a mai néven szólva van 2-3 darab melltartója, hát akkor nem feltételezzük, hogy nagy van neki. De hogyha van mondjuk 12-15 vagy 20 darab, akkor valószínű, hogy nagy van neki. Tehát szüksége van rá. Na most ebben a korban a népes, tehát a úgymond nemes lányoknak minimum 14-15-16 darab fűzője volt ebben a korban, ami azt feltételezte, hogy szükség volt, hogy a derekukat elszorítsák. És Erzsébet királynak a hozományában 4 darab fűző volt, 2 lovaglásra volt, 1 hétköznapokra és 1 pedig lembáli fűző. Tehát ez azt jelentette, hogy az adottsága volt olyan, hogy neki olyan vékony dereka volt, amit persze egész életében azért próbált is megőrizni, hiszen rengeteget sportolt, hogy ez adta azt a lehetőséget, hogy mindig olyan karcsónak tűnjön. És ez is egy olyan dolog, hogy mikor nézzük ezeket a ruhákat, meg Erzsébetet, hogy nem létezett ember, aki ne szúrta volna ki, hogy ott Erzsébet királyné megy, hiszen magasabb volt, csinosabb volt, bájos volt, volt egy kisugárzása. Tehát mikor álnéven közlekedett is idősebb korában, és legyünk őszinték, valahol a halálát is ez okozta, hiszen Lukéni nem akart kifejezetten Erzsébetet meggyilkolni, ő csak egy arisztokratát akart, ő csak fel akarta hívni a figyelmet. És bizony Erzsébet királyné ebből is látszik, hogy még áruhában is kitűnt a tömegből. Tehát akkor gondoljuk el, hogy amikor fiatal, amikor most ugye itt arról beszélgettünk éppen, hogy hát önbecsülés. És hát ez az az önbecsülési pont, amit mindig el szoktunk mondani, hogy Erzsébet királynak mindenki ismeri a Winterhalter csillagos, csillagruhás képét. Hát Erzsébet királynak bizony ez az a pont volt az, amikor teljes mértékig tudatára ébredt arra, hogy ő igenis szép, hogy ő neki van egy bája, és ezzel a bájjal igazániból bármit el tud. Hány éves volt ekkor? Hát ez 64-ben volt, ekkor volt, hogy gyorsan számoljuk ki. 27 éves 27. volt, igen, 27 éves volt. 27. És ez azért ebben a korban, hogyha tulajdonképpen végig elnyomnak, azt mondják, hogy te semmihez nem értesz, ő azért tudjuk meg, hogy erre a korra már több nyelven megtanult beszélni. Ugye, bocsánat, hogy a szabadba vágok, amikor arról volt szó, ugye, hogy nem beszélt elég nyelvet, azaz nem beszélt elég nyelvet, az természetesen beszélt németül, hát, de beszélt angolul, franciául, latinul, tehát ez volt a nem beszélt elég nyelvet. Hát ugye a Habsburg házban még emellett még vagy 5 nyelvet meg kellett beszélni, de most akkor térjünk rá a ruhára. Tehát akkor most hívjunk be valahogy Erzsébet királynét, aki most megérkezik hozzánk. És ezt Móni pedig, elvileg van egy kutyánk is, ijoj, nagyszerű. És ez nagyon fontos, hogy legyen egy kutyánk. Én azt gondolom, hogy ha Erzsébetről beszélgetünk, akkor nagyon fontos az, hogy említsük meg Erzsébet királyné mélységes szeretetét az állatok iránt. És hogyha elgondoljuk, hogy ebben a korban azért az állattartás, illetve a kutyáknak a tartása csak bizonyos fokig volt közkedvelt, akkor azért mondjuk el, hogy Erzsébet királyné nagyon szerette az állatokat, mindenféle kutyája volt, és az állatoknak van, és akkor itt mondom, mert mindig is becsukom, azt mondom, nekem is van 4. Nekem 8. És én tudom, hogy ez egy annyira jó, és ez egy annyira meleg érzete az embernek, hogyha az állatokkal tud beszélgetni, és ezt valószínű, hogy Erzsébet nap mint nap megtette. És ez, én azt gondolom, hogy ez már elárulja azt, hogy hát volt neki egy kisugárzás, amit mindenki vett. Beszéljünk erről a ruháról, jó? Tehát ez melyik ruhája Erzsébet királynénak?
hol látható egyáltalán ugye ez a ruha, mikor használta, hányszor használta, mit tudunk arról a ruháról, amit egyébként most látunk? Erzsébet királynak ez egy nappali ruhája, és itt el kell mondjuk, hogy ebben a korban a hölgyek nappal teljes nyakig bezárkóztak hosszú ujjú ruhába, és ez azért érdekes volt az én számomra ez a ruha, ugyanis maga a deréköv az megtalálható a Magyar Nemzeti Múzeumban, és ennek a pontos méreteit le tudtuk venni, és itt mondom el, hogy mi tulajdonképpen, mikor Erzsébet ruhákat készítünk kiállításra, akkor mi a babákat is pontosan annak a kornak megfelelő méreteire faragva. Tehát a derékméret mindig az a méret legyen, ami akkor volt, a mellmérete, a vállnak a formája, mert azért, ahogy öregszünk is, tudjuk, hogy azért a testünk változik. És annyira látni ennél a ruhánál, hogy Erzsébet királyné már annyira tudatosan választotta ki a nappali ruháját is, és a rá jellemző díszítések voltak. És akkor itt mondjuk el, hogy igazából ez a kép, ugye 1864-re datálják ennek a képnek a létét, de hát nekünk van egy fantasztikus történészünk, aki mindent kikutat erről, és engedjék meg, hogy itt megemlítsem Pálinkás Patrícia nevét, aki kikutatta, hogy ezt a ruhát már Erzsébet király 1864-ben ajándéknak adományozta egyes embereknek emlékként, tehát valószínűleg már 1863-ban elkészült ennek a ruhának a fotósorozata, és ugye hát itt ez az érdekes, hogy magának a deréknak, amit a Magyar Nemzeti Múzeumban lemértünk, 49,5 cm a derek a belülről. Ezt mindig azért mondom a hölgyeknek, ugye hát egy picit meghúzták a derekát, tehát azért képzeljük el, hogy azért, hát azért 49 centi lehetett nagyságrendileg a derek, hogy az milyen picike. Szerintem nem szeretnék kipróbálni, ugye, hölgyeim? Tehát amikor azért, gondoljanak bele azért mindig, amikor azt mondják, hogy milyen szépek ezek a ruhák, hogy szeretnének önök ilyen ruhákat hordani, milyen jó lehetett akkor azoknak a hölgyeknek, akkor így gondoljanak bele ebbe. 49-es derék összefűzve. Egy kis kiegészítést mondhatok, mert pont a napokban, nem csak pont a derék mérethez, hogyha összehasonlítjuk, mondjuk van egy másik ikonunk egy közelebbi korban, a Diana hercegnő, aki amikor az esküvőjére készült, és őt se erősítették meg. Tehát, hogy ő világ életében nem volt, ha már itt önbizalomról van szó, egy önbizalommal teli asszony, és amikor készült az esküvőjére előtte, akkor neki 73-as volt a dereka, és annyira elkezdett fogyókúrázni, és annyira elkezdte az alakját változtatni, hogy azt hiszem, hogy 60-as lett, tehát hogy 13 centit adott le, itt most nem fűzőkről van szó, csak hogy összehasonlítsuk, pedig, hogy előttünk van Diana, akkor egy hosszú, sudár, magas, igen, csinos, igen, stílusos asszony, csak hogy a méreteket nézzük, ezt szerettem volna. Igen, hát tulajdonképpen létezik egy ilyen összehasonlítás Erzsébet Sziszi, illetve hát most Katalin hercegnével kapcsolatban, hogy igen, tehát bizonyos szempontból vannak, de azért legyünk őszinték, hogy ez azért a divattal, aki foglalkozik, az azért tudja, hogy azért a hölgyek zöme azért szeretné ezt a stílust képviselni, és azért ezt így szugeráljuk is egymásnak, legyünk őszinték. Ehhez egy nagyon pillanatot tegyünk az egy picit, hogy igen, sokan szeretnék követni, de nyilván azt a testalkatot, azt a színharmóniát, ami nekik állt jó, az nem fog mindenkinek jól állni. És én mindig megpróbálom azt, amikor hoznak egy képet, hogy ők ilyen kabátot vagy ilyen ruhát szeretnének, hogy ha lehozok olyan színből anyagot, és ráterítem, és mondom, hogy ön, tehát nézzük meg, hogy ez nagy mennyiségben a szín, hogy fog ön állni. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és egy másodpercet csak annyit, hogy szeretnék még a ruhához hozzátenni, hogy Sziszinek úgy 30 éves kora után azért egy eléggé tehát hogy sajátos stílus, akkor lett az, hogy már nem szóltak olyan szinten belefenn a Zsófia, nem volt már akkora hatalma az öltözködésbe, és ugye az önértékelését és az önbecsülését azt az öltözködésben teljesítette ki, és a szépségápolásba. Tehát, hogy ő neki a természetes szépség volt, és rengeteg olyan praktikát használt, amit még a mai nap is tudunk használni, és vannak egy-két olyan bőrszépészeti praktikái, ami nem biztos, hogy most megtennénk, hát, amit annak idején ő megtett érte. Bocsánat, igen, tehát például, ha már szépészetnél tartunk, ilyen volt például a éjszakára, tudják, mit rakott magára Erzsébet királyné? Valaki tudja, akkor nyers húst. Igen. Nyers borjú húst. Igen. Illetve vannak olyan írások, ahol nyers májat. Tehát nyers májat, nyers húst, de ahhoz, hogy szép legyen a bőre, ennek a nyers húsnak a levét ő megitta.
Tehát azért nem vagyok benne biztos, hogy ma a valamelyik szépészeti szalomban ezt kínálják. Hát erre azt szoktam mondani. Vagy nem tudjuk. Hogy nem tudjuk, de azt viszont tudjuk, hogy a régi orvosai voltak olyanok, akik bizony jártak Afrikába, és vannak olyan törzsek, ahol tejjel kevert vért isznak a mai napig is. Tehát azért ennek van egy olyan kultúrája, amit mindig gondolkozunk rajta, hogy honnan eredhet, és akkor mindig szoktam egy kicsit azért körbe kell nézni, mert még azért utána lehet járni egy-két De ő pedig használ tejfürdőt így például. Hát, hogy volt-e benne vér, ezt most így nem tudom. Térjünk vissza erre a ruhára egy picit. Tehát hány órába telt, amíg Erzsébet királynét felöltöztették? Hát igen, ez azért nagyon fontos ebben a korban, hiszen idő kellett ahhoz, hogy elkészüljenek, és tökéletes toalettje kellett legyen a hölgyeknek. Először is tudnunk kell az, hogy általában a hölgyeknek mindig volt öltözködő segítségük, és Erzsébet királynénak volt külön fodrásza is, aki kitalálta Erzsébet királynénak 1864-től, Fejfalik Fanni volt az, aki... Itt van a fotó most éppen. Így van. Aki tulajdonképpen fantasztikus hajszobrász is volt egyben. Tehát Erzsébet királynénak ő készítette ezeket a frizurákat, és Erzsébet királyné ez volt az a frizura, ami 1867-től, ezt hát úgy szoktuk hívni, hogy a koronázási frizura, mert hát arra tervezték, de már előtte, tehát 1863-tól megjelenik, amikor is tulajdonképpen 10 éven keresztül világdivatot teremtett vele, és mindenki ezt a frizurát utánozta. Na most Erzsébet királynénak a színe, ugye, hogy hát fekete-fehér, és mindig szoktuk mondani, hogy nem minden ruhának tudjuk pontosan a színét, hiszen vagy fotók maradtak róla fönt, vagy írások. Azért Erzsébet királyné azért színesen öltözködött. Tehát nem feltétlenül mondhatjuk rá azt, hogy csak fehér-feketében járt, mert vannak írások, ahol például tudjuk, hogy az egy hétig tartó 1854-es esőkör rózsaszínt kedvelte fehér, a fehér ezüst, a fehér arany, tehát az kifejezetten a színe volt Erzsébetnek. De ennél a képnél, tehát én azt gondolom, hogy valószínű, hogy ez lehetett, ez a színárnyalat volt, mert minek után maga a derék öv is fekete, tehát ezt ugye tudjuk, mert hogy megvan a Magyar Nemzeti Múzeumban, és hogyha átnézzük a képeket, hogy mi is lehet összehasonlító felvételeket készítettünk, akkor hát erre a végeredményre jutottunk. Nekem volt szerencsém egy-kettő Erzsébet királyné eredeti ruhadarabját megérinteni kézzel, és például a kesztyűje az hát olyan finom volt, papírvékony bőr, így rendkívül van, finom anyag. Ma már ilyen nincs is? A cipő, tehát például 113 pár cipője volt. Hát csak de ennyiről tudunk. Ennyiről sokkal tudunk. Több volt. Jó. Kinek van 113 pár cipője otthon? Vagy körülbelül? Valahogy gondoltam. Hát nekem nincs ilyen sok, olyan 70 körül van. Jó. Jó, tehát 113 pár cipő, de azt azért mondjuk el, ugye, hogy akkor a cipők azért igen, egy kicsit más minőségűek igen, voltak. Igen, nem csak az, hogy más minőségűek voltak, hanem ezt tudnunk kell, hogy Erzsébet királyné 1854-ben ugye férjhez ment, onnantól kezdve neki kifejezetten a spanyol etikett szerint, hiszen a császári udvarban ez volt a divat, kellett öltözködni, és ott volt egy szabály, hogy a császárné, tehát onnantól kezdve, hogy férjhez ment, Ferenc József császárné volt, és onnantól a császárnénak minden áldott nap új cipőt kellett viselnie. És az volt utána a szokás ezekkel a cipőkkel, hogy a környezetébe odaadományozta a szolgáknak, az ismét, tehát akinek lehetett, mert azért ez is szabály volt, hogy kinek hogyan lehetett ajándékozni. És Erzsébet királyné ugye sportolást nagyon szeretett jönni. Most azért képzeljük el, amikor gyalogolni, lovagolni, tehát olyan dolgokat kell csinálni, amihez azért legyünk őszinték, kényelmes cipőre van szükségünk, hát nem nagyon örülünk ennek. Nekem volt szerencsém látni egy eredeti Erzsébet királyné cipőt, ami nagyságrendileg olyan 39-es méretnek felelt meg. Nem az volt a lényeg, hogy a mérete, hanem hogy milyen keskeny volt. Borzalmasan keskeny volt. Tehát én ma nem is tudok olyan, maximum azt mondom, hogy talán egy anorexiás lánynak a lába férne bele, de abba se vagyok biztos, mert annyira vékony keskeny lába volt. És hogyha ebbe gondolunk bele, hogy azért magas is volt, tehát 172 cm magas azért az azért elég magas, tehát méret adottságilag azért a nagylába csontozat miatt alakul úgy ki, tehát azért kell egy kis anatómia ehhez.
akkor abba gondoljunk bele, hogy egyszerűen ezek a mindennap új cipő egyszerűen nem engedte. Tehát mint a fűző, ahogy a testre vonatkozik, hogy összetartja, úgy a lábnak, és akkor itt, ha egy kicsit megvizsgáljuk a japán nőknek a lábát, hogy hogyan szorították el, tehát ez ugyanaz a szindróma, csak legyünk, hát itt hála Isten nem úgy, ahogy az, tehát ezért maradt mindig olyan keskeny. Jó, én szeretném megköszönni egyébként Zsófinak, és szeretnénk megköszönni a kutyusnak is, hogy itt volt velünk. Úgyhogy köszönjük szépen, és ők köszönjük. Most így majd felváltják mindjárt egy másik hölgyel. És ha már egyébként a cipőknél tartunk, akkor itt ugye elhangzott, hogy hány pár cipő van otthon. Mondja meg nekem valaki komolyan, miért olyan fontos a nőknek a cipő? Tehát, hogy hölgyeim, kérem szépen, Ágnes. Nálam van egy gyerekkoromból hozott, hogy nem volt cipőm, és ugye felnőtt koromban pótoljuk azt, amíg nem volt. Ez az egyik. És nyilván leérvelek mellette, hogy nekem miért fontos megvenni, vagy miért fontos kivennem a kezdetben a legújabb cipőt. Hát először is pont azért, mert egy cipő valóban, hogyha 2-szer, 3-szor, 4-szer, 5-szer, 10-szer fel van véve, akkor meglátszik rajta már az új lenyomat kint, már nem olyan a talpa, már nem olyan a sarka. Tehát már látszik rajta az, hogy az nem 100%-osan tökéletes. Én kicsit maximalista vagyok, nem kicsit, nagyon maximalista vagyok. És de ez csak érdekes. Isten igazából nekem az, hogy egész gyerekkoromban talán egy vagy kettő, vagy tehát mindig az volt, amit a bátyám vagy a nővérem levett, tehát kinőtték, és én azt kaptam meg. Tehát én a harmadik gyermek voltam a családban, és nekem kétszer, tehát nyilván egy fiú cipőt nem, de mondjuk egy tornaórára olyan megkaptam azért azt a cipőt, és mi életben, amikor és nálunk mind a hárman egyforma nagylában éltünk, tehát hogy nagylában nőttünk fel. Az, hogy nagylában élünk, azt talán most értem el, hogy kicsit nagyobb lábon élek, de maga a lábméretem az hasonló volt, mint csak 5-6 évvel később, mint amennyikor különbség van köztünk. Én azt gondolom, hogy minden ruhához megvan az, hogy melyik cipő illik, milyen táska illik hozzá, de természetesen, ha tiszta szívemből mondhatom, nem kell ennyi cipő senkinek sem. Ezt csak pótolunk valamit, ami nem volt. Nálad? Én megint nagyon messziről indítok, és állandóan összefüggéseket keresek, tehát hogy szerintem nem szabad elfelejteni, hogy beszélünk egy fantasztikus példaképről, aki több országban volt, és hogy beszél, több országban volt példakép, vagy több országban volt, megint azt a szót mondom, hogy ikon, figyelték is, tehát ma mondjuk hasonlítsuk tényleg, amit mondott Moni, tehát nézzük két Middleton, tehát hogy vannak szabályok, itt most volt szó cipőről, de ha jól emlékszem, most is nem olyan rég olvastam, ti sokkal jobban felkészültetek a divat témában, én azért mégiscsak irodalmár vagyok, de azért én is belefutok. Tehát, hogy kétnek is, hogy este a tiara, napközben a kalap, és a kesztyű, és a cipő. Tehát, hogy egy olyan életet nézünk, ahol kötöttségek, szabályok vannak. A más nevében nem beszélek, az én életem semmiképpen nem hasonlítható ehhez. Tehát én egy sokkal szabadabb életet élhetek, hisz nem országok figyelik azt, és nincsen kötelezettségem. Azt hiszem, hogy talán ami kötelezettségem van, hogy az ember, hogyha valaki színpadon szerepel, akkor, és főleg ugye nekem szerencsére sok helyen ott vagy, ahol vagyok, tehát nagyon sok a fellépés, az azt jelenti, hogy nagyon sokan szeretik az irodalmat, de ez egyfajta kötelezettséggel jár. Tehát, hogyha az ember, hogyha mások elé kiül egy helyre, akkor igenis fontos, hogy egy olyan ruhába, vagy egy olyan cipőbe tegye, mondjuk akár a műsorhoz, ami kapcsolódik, és ez nem mindig fontos. De igazából, ami nekem fontos, nyilvánvalóan mondjuk az én ruhatáramnak a rengeteg cipő, az legfőképpen nálam a nyári cipők változatosságában jön össze, mert csizmából az ember mondjuk télen kevesebbet vesz. Én egyébként kifejezetten szeretem mind ruhába, mind cipőbe, és ez nem az, hogy valami nagyon hordott, de aminek van története. Tehát engem nagyon, nagyon érdekel az, hogyha vannak élményeim a saját ruháimmal, tehát vannak visszatérő ruháim, de ami nyilván nálam nagyon fontos, hogy én valahogy Rómában, amikor kinéltem, többet foglalkoztam a divattal, abban az 5 évben, és hát nagyon sokáig dolgoztam egy-egy ruhacégnél, ahol lehetett
most már Magyarországon is van, akkoriban a 2000-es évek elején kevesebb volt Magyarországon, valaki stílus tanácsadó, és leülök, és vannak ügyfelek, és akkor felépítjük valakinek a stílusát a személyiségéhez. De én valahogy mindig úgy vagyok vele, hogy tényleg sokat is vásárolok, amit egyébként csak azért tudok megtenni, mert magamnak megkeresem rá a pénzt. Rómában például, amit most emlegettem, hát én azért 5 évig mosogattam a Magyar Akadémián, nagyon boldogan tettem ezt, és mindig több munkát vállaltam az egyetem mellett, hogyha éppen kinéztem magamnak valamit, hisz tudtam, hogy a szüleimnek nincs rá pénze, hogy engem támogasson. De hogy valahogy mindig úgy mentem föl magamat azért, hogy egy kicsit részedettem annak, amit egyébként mindig próbálok visszaszorítani, ez a fogyasztói társadalom, mert nem biztos, hogy mindenre szükségünk van, de én tökéletes példa vagyok, már állandóan elcsábulok, de hogy ez mind felesleges egyébként, vagy pedig nem biztos, hogy annyira fontos még egy ruha, még egy cipő, egyikőtök ellen sem beszélek, csak hogy magamról beszélek. De hogy mindig úgy gondolom, hogy de közben, hogyha adunk időt magunknak belülre, olvasunk, elmélyedünk, tényleg odafigyelünk egy-egy tekintetre, a belső táplálásunkra és az életünknek, akkor valahogy én úgy megbocsátom, hogy jó, belefér még egy ruha, mert hogy akkor úgy érzem, hogy van egy egyensúly. Ha nagyon elmenne, és valaki csak a külsejével foglalkozik, és ahogy mondta Ágnes is, hogy ez egyfajta pótcselekvés lenne, ott lehet, hogy el kell gondolkozni. De egyébként megítélkezni biztos nincs értelme, meg nem is fontos, csak hogy én valahogy ebbe az egyensúlyba hiszek, hogy igen, kár azt innünk, hogy ne, ki tudjuk magunkat teljesen vonni a társadalomból, ahol ömlik ránk minden, hogy kell kinézni, milyen ruha, és úgy is van már ez a világ kitalálva, hogy fogyasztói társadalom, újat vegyél. Tehát nem úgy van, mint régen volt, hogy van egy ruhánk, de aki tud magának varratni, az szuper, aki mondjuk áruházakban vásárolt kevésbé, de hogy ez lesz, nem semmi baj nincsen, de valamiféle, én mindig azt próbálom a vendégeimnek, nem tanítani, de hogy sugalni, hogy a belső tartalom és az olvasás, a belső felfrissülés is fontos ahhoz, hogy így egyensúlyban legyünk magunkkal. Ugye, bocsánat. Ez annyit szeretnék csak azt mondani, hogy maximálisan igazad van, csak kívülről és belül lehet egyszerre építkezni, tehát ha én csak azért pótolnám, mert hogy a gyerekkoromban nem volt, akkor vagy egy nagyon gazdag férjhez kellett volna hozzámennem, vagy egy grófhoz, vagy egy királyhoz, ahol ezeket megtanulhattam volna, de az, hogy felépítsük saját magunkat, nyilván ehhez rengeteget kell tanulni, nagyon alázatosnak kell lenni, szolgálnunk kell az embereket minden téren, minden szinten, és ha elég jól szolgáljuk őket, és képezzük magunkat, és tanulunk, akkor azt gondolom, hogy akkor szokták azt mondani rá, hogy milyen szerencséje van, ugye, tehát hogy a kettő az valahol együtt kell, hogy legyen egy külső és egy belső. Én a ruhákkal kapcsolatosan annyit szeretnék mondani, én nem a Cicihez, Erzsébethez ölt, hanem én azt gondolom, hogy az egyéniséghez, vagy a mai divat, vagy a mai stílus az, de... Ezt mindjárt visszatérünk egy picit, jó? És most még direkt egy picit szeretnék itt maradni Erzsébet királynénál. Ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy Erzsébet királyné egy szerencsés ember volt. Akkor a következőket gondolja bele mindenki. 15 éves ugye, amikor találkozik Ferenc Józseffel. 15 éves. Tehát ezt ma gyereknek hívjuk. 16 évesen férjhez megy. Ugye általában mindig egy évvel többet mondanak, de azt azért tudni kell, hogy ugye ő 37. december 24-én született, tehát még nem töltötte be ugye ezeket az életkorokat, amikor mindig mondják, tehát ő mindig kicsit fiatalabb. 16 éves, amikor férjhez megy. 17 évesen szüli az első gyermekét, 19 éves, amikor elveszíti az első gyermekét. Akkor már ugye megszületett a második gyermeke, Gizella. Anyósa Zsófia, már itt sok mindent elmondtunk ugye itt az elején róla, aki úgy kezdte, hogy rosszak a fogai. Tehát onnantól Erzsébet királyné, hogy azon kívül mondjuk, hogy buta, hogy nem beszél nyelveket, hogy műveletlen, hogy nem uralkodónak, nem császárnénak való, még a fogai is rosszak. Állítólag ezért is volt az, hogy Erzsébet királyné nem nagyon mosolygott. Tehát megtanul rengeteg nyelvet, és ez az az asszony, bár ugye még mindig egy gyerekről beszélünk, aki az évek alatt annyira megkeményedik, hogy bár lehet, hogy szerelemből megy férjhez, de nem véletlenül lesz az, hogy a hosszú házasság titka, hogy keveset találkozik a férjével,
hiszen valójában egy idő után az van, hogy ők kerülik egymást. És bár rengeteg levelet írnak egymásnak, nagyon sok minden köti őket össze, de ezt az elején elmondtam, hogy Ferenc József egy katona volt. Tehát őt a birodalom érdekelte. Neki a birodalmat kellett szolgálnia. És neki nem volt ideje arra, hogy ő a feleségével és a gyerekeivel foglalkozzon. Erzsébet királynétól elveszik a gyermekeit, az első hármat. És nem véletlenül lesz az, hogy Mária Valéria lesz a legkedvesebb, aki ugye majd itt fog élni. És ez az a nő, aki, ez az a Szony Erzsébet királyné, aki körülbelül olyan 27 éves korára, amit mondott Ágnes is, hogy onnantól datálódik az, hogy valójában ugye lesz egy stílusa, egy irigylésre méltó asszony. Ez az az asszony, aki nagyon kemény, és politikával kezd el foglalkozni háttérben. Természetesen ugye nem foglalkozik ugye politikával, hiszen ő csak királyné és császárné, de az a kiegyezés, ami létrejön 150 évvel ezelőtt, az nem jött volna létre Erzsébet királyné nélkül. És itt is van ugye az, hogy nagyon szerette a magyarokat. Nagyon sok kutatás volt, hogy miért szerette a magyarokat. Az egyik az az, ami nekem egyébként a legjobban tetszik, hogy ugye 48-49-es forradalom után Zsófia azt mondta, hogy teljes Magyarországot el kéne törölni. Tehát a magyarokat el kéne törölni úgy, ahogy vannak. Gyűlölte a magyarokat. És Erzsébet királyné pedig ugye nem nagyon kedvelte az anyósát, és éppen ezért kezdte el kedvelni a magyarokat. Tehát direkt beszélt magyarul, a Hofburgban is, Schönbrunnban is minél többet beszélt magyarul, ezzel is egy picit ugye az anyósát próbálta, hát mondjuk úgy, hogy kicsit így piszkálni, tehát kicsit így azért beszúrogatott neki, és utána viszont valójában azért megkedveli annyira a magyarokat, a magyar népet, mert hogy azért mondjuk meg őszintén, mi még mindig ilyen forradalmárok vagyunk, ugye tudják. Tehát mi még most is azért ilyen forradalmárok vagyunk, akkor is azok voltunk, és éppen ezért ő is egy kicsit ez volt. Tehát Erzsébet királynénak, amikor azért nagyon sokszor arról beszélünk, hogy milyen élete volt, azért nem biztos, hogy azért olyan irigylésre méltó. És akkor most egy picit még térjünk vissza a divathoz, mert hogy erről van szó. Tehát ugye már a bőrápolásról szóltunk, de a bőrápoláshoz hozzátartozik például az, hogy abban az időben azért még nem volt divat a fürdés. Ő fürdött, képzeljék el. Hofburgban és Schönbrunnban például nem volt fürdőszoba, ő csináltatott. Zsófia ugyan akkor még azt mondta, hogy hát Mária Teréziának is jó volt így, akkor neked is jó lesz. Úgyhogy mit képzelsz magadról, hogy fürdőszoba? Nagyon meleg vizet, illetve utána pedig 7 fokos vizet, mert hogy az feszesíti a bőrt például. Így van, hát azért ebben a korban azért tudjuk, hogy sokszor vannak olyan leírások, hogy ugye hát sminket egyáltalán nem használhattak, ellentétben ugye hát a mai korral. És Erzsébet királyné nagyon odafigyelt arra, és mikor nézzük ezeket a képeket, festményeket, akkor mindig elgondolkodunk rajta, hogy milyen, tehát az öregkori festményeken is, hogy milyen szép Erzsébet, és akkor mindig elmondjuk, hogy itt most, amit láttunk ruhát, ezt a fényképet mindenki ismeri, illetve a kutyás házgárdos bársonyos ruhát. Erzsébet királyné ugye ekkor volt a legszebb életében, és a továbbiakban a festményekre, illetve hát a rábeding fotó, Erzsébet királynak mindig ezt az arcát rajzolták meg. És Erzsébet királyné, hogy ezt a szépségét megtartsa, ezért fátyolozta el magát, és ezért nem engedte mutatni az arcát, mert hát legyünk közöttünk, azért a kor mindenkivel vele jár, de ő tényleg azt mondhatni, hogy maximálisan megtett mindent azért, hogy akár a teste az edzéssel, az étkezéssel, tehát hogy mindent úgy tartson meg, ahogy ameddig csak lehet, és ameddig csak bírja. És hát a
Kajának ugye a szépészete is olyan volt, hogy kéthetes tortúrák voltak rá. Ez amiket... a 30 tojás konyakkal, igen, ez igaz? Igen, igen, igaz, és ez ha ma is belegondolunk, ez egy nagyon jó dolog, tehát ma is használhatnánk igazániból, de itt volt egy nagyon nagy trükk, amit most, ha itt ugye látták ezt a szép hajfonatot, Erzsébetnek tényleg nagyon szép haja volt, nagyon jó minőség és hosszú haja volt, de azért én őszinte leszek, én ezeket a hajakat készítem. Tehát mindenféle Erzsébet hajat, amit Erzsébet hordott, el tudok készíteni, mert megtanultam korabeli újságokból, és kíváncsi voltam arra, hogy egyáltalán tényleg igaz ez a hajszépség, hogy tényleg lehet-e ekkora mennyiségű hajból tényleg ilyen hajfonatot készíteni, és sajnos nem lehet. Tehát lehet akármilyen szép, hosszú haja egy lánynak, bokáig érő, dús, vastag, és mindenféle lánynak próbáltuk már a haját. Sajnos ehhez a frizurához szükség van még minimum 1/3, de az átlagos lányok hajánál 2/3 póthajra. És ez a tortúrát azért kellett véghez vinni, mert ugye ezeket a hajakat, mikor összeszedték tehát azoknak a hajszínéből, akik a Erzsébet királyné közelében voltak és megvásárolták, ezeket bizony azonos színűre kellett kezelni. És ugye ahogy Fejfalik Fanni az Erzsébet haját kezelte, úgy kezelte ezeket a póthajakat is, és így tudták tökéletesen egyformává tenni a hajakat, és ugye a öltözködési tortúra, ehhez hozzátartozik a hajtortúra, és ezeknek a frizuráknak az elkészítése, mert ő nem póthajként használta ezeket, hanem ezeket a hajfonatokat belefonták a hajába Erzsébetnek, tehát hogy egyáltalán ne tűnjön úgy, minthogyha mű lenne, és ezáltal egy-egy ilyen frizurának az elkészítése másfél-két, akár 3 órát is igénybe vett. Tényleg festették Erzsébet királyné haját? És itt jön a pont, hogy igen. Na most abban a korban olyan festés nem volt, hogy festünk, hanem gesztenye, illetve diófa levelének a főzetével, és ennek nagyon jótékony hatása van. Tehát ha belegondolunk a mai népi gyógyászatba, hogy például ugye diót enni, diónak a leveléből teját inni, ez a hajnak is nagyon jót tett. És ez a színezék, ami benne van, egy természetes színezék, ami Erzsébet királyné haját is fényessé, puhává, lágyá tette, és ezeket a máshonnan beszerzett hajakat is, és nagyjából hosszú idő alatt azért ezt egyformára színezte. Akkor térjünk egy picit még vissza a súlyára, és utána zenélni fogunk, jó? Az mennyiben igaz, hogy ugye állítólag nagyon szerette a csokoládét, de amikor úgy volt, hogy egy picit többet evett belőle, akkor képes volt egyetlen egy darab narancsot és tejet inni, akár egy hétig vagy két hétig is, semmi mást. Hát ez biztos, hogy így van, mert erre nagyon odafigyelt, hogy neki az alakja jól legyen. És hát tudjuk arról, hogy a tejet is úgy választott, és ez egy nagyon fontos dolog, és ha belegondolunk, most is mennyire fontos a biotáplálkozás. Tehát ő azért nagy forradalmár volt, egy sportlédi volt, tehát ma azt mondjuk, hogy egy sportlédi, egy igazi bio étkezést tartott fönt. Tehát neki voltak kedvenc tehenei, akiket képes volt akár hajóútra is magával vinni, hogy annak a bizonyos tehénnek a tejét igya. És ebbe is volt valami, hogy lehet, hogy annak az állatnak, amit evett. Tehát hogy mindig, akár én el tudom képzelni, mert én azért, hát én nem falun nőttem föl, de én imádtam, mikor elmentem vidékre, hogy én frissen tejet ihassak, mert annak mennyivel másabb íze van, és azért tudjuk, hogy aki ilyet ivott, az azért egészen más, mint amit a boltba veszünk. És jó, de akkor azért még nem volt mondjuk Tesco, ahol megvehette volna a tejet. Tehát körülbelül ez volt ez a tej, ami egy napig volt jó, aztán utána kiöntötték. Egyébként, ezt csak így mellékesen mondom el, hogy a csokoládéval is lehet fogyni, aki szeretné megtudni hogyan, azt kérdezze majd meg Ágnestől, mert hogy nála van a titok egyébként. Úgyhogy én most szeretném megkérni Beát, hogy akkor most zongorázzon nekünk, és akkor utána egy kicsit a mai divattal, illetve Erzsébet királynéval is folytatjuk még. Thank you.
És akkor most kicsit áttérünk azért a mostani stílusra, divatra, nagyon sok mindenre. Én azért szeretném megkérdezni, mert ugye Erzsébet királyné és a divatról beszéltünk, de azért abban a korban igazán nem beszélhetünk divatról, tehát azért igazán divat akkor még nem volt. Stílus volt, most is stílus van, és én Ágnestől szeretném először megkérdezni, aztán majd természetesen tőled is, Anna, hogy mi a stílus és mi a divat között a különbség? Tehát mitől lesz valami stílusos, és mitől valami csak divat, csak divatos? Hát a divat az egy pillanatnyi állapot, a stílus az pedig örök, szoktuk mondani. És ugye megnézzük ezt a két hölgyet, a Diana-t és Katie-t, itt is lehet látni, hogy még ha mégis hasonló ruhákat is hordanak, de mindenki a saját testalkatából hozza ki a legtöbbet. Tehát, hogyha Diana egy csodálatos, szép, válas hölgy volt, neki nagyon sok olyan ruhája van, ami váll nélküli, hogy mutassa, és nem kell neki szélesíteni a vállát, tehát hogy mutassa az ő testalkatát, és hogy mi az, ami a legszebb benne. És itt van Katie, aki egy csodálatos teremtés, de egy picit a vállát erősíteni kell, egy picit egy más stílust, más egyénisége van. Még ha a fehér, a szűzesség, a töret, egy olyan csodálatos képet akarnak róluk mutatni, ezzel kihozzák mindig azt, hogy mely színek állnak jók nekik, tehát, hogy vannak hideg színek és meleg színek, hogyha így belemegyünk egy kicsit, van, akinek abszolút a hideg színek állnak jó, de a hideg, az például most is, ami annál van rajta, egy csodálatosan hideg zöld szín, és a szemét, a haját erősíti, kihozza, és beszélgettünk előtte ott kint, hogy te nagyon szeretsz télen belebújni a feketébe, egyébként én nem, de most azonban vagyok. De azt mondtam Annának, hogy csodálatos ebbe a zöld ruhába, és kihozza a szemeszínét, az egyéniségét, a formáját, hogy igen, nem kell télen azért feketébe vonulni. Én ma egész nap egy kék ruhába voltam, és gondoltam, hogy a műszakváltás az örömmel jövök ide, önök ezt nem műszakot váltok, de hogy akkor átbújtam egy fekete ruhába. De amilyen ruhákat én hozok, ez... Mutassunk meg egyet most, jó? Hát akkor Kinga, gyere be! A nőiesség, a Kingának egy gyönyörű szép válla van, tehát hogy igazából nagyon szép a melle. Én azt gondolom, hogy de ha megnézzük, ha felülről mutatunk valamit, akkor arulról mindenképpen takarunk. És nem azért, mert a lába nem a legszebb a lába, hanem egyszerre minden bájat nem mutatunk meg. Tehát most, ha jól értem, akkor Kingának a felső testrészét emeltük ki, ugye? Így van. Mondhatjuk úgy, hogy Diana-nak is egy hasonló válasz felső teste volt, és azért nyilván nála ez volt a fontos, hogy jobban kimutassuk. A mai ruháink ezért, mivel Kingán keresztül mutatjuk be, nyilván az ő testalkatához a legmegfelelőbb ruhákat hoztuk ki, de egy hét múlva, vagyis nincs is egészen egy hét, mert 6 napunk van, és pontosan tudom, mert még hány ruhát szeretnék megvarni. Itt már, hányat? Hú, nagyon sokat, és még nekem sincs egy göncöm se. Ezt nehezen hiszem. Ez tipikus, jó, szoktam mondani, Schusternak cipője, varron önnek ruhája nincsen. Ennyi legyen az összes füllentésem ma este, hogy nekem nincs egy göncöm se. De nyilván, amikor én is azt szeretnék, hogy egy új ruhában megjelenne egy ilyen eseménye. De viszont maga a bálon, az Erzsébet bálon, nyilván az Erzsébet bálhoz méltó nagy estéket fogunk bemutatni, és egy néhány koktélruhát. Ma inkább... Ez egy koktélruha, igen. Ami Kingán van? Igen, egy csodálatos szép koktélruha, és a Kingán egy csodálatos szép. Tehát mondjuk az Erzsébetre ne ebbe jöjjön el valaki, ugye? Ez nem báli ruha, ez koktélruha. Ez... Jó, most úgy csinálok, mintha nem értenék hozzá, tehát olyan... Kedvesem, ön pontosan jól tudja az, hogy ez egy kisebb rendezvényekre, egy kora estre, de nem a nagy báli szezonokra vonatkozik. De azt gondolom, hogy nekünk hölgyeknek nagyon sokszor, főleg így az év vége felé, nagyon sok céges rendezvény van, nagyon sok helyen meg kell, hogy jelenjünk. Nem jelenhetünk meg ugyanabba a ruhába, bárki gondolja, nem tehetjük meg, valamivel meg kell változtatni, vagy más ruhát kell felvenni inkább, vagy nem ugyanabba a közegbe megyünk, akkor talán el tudjuk sütni ugye azt a ruhát még egyszer. De azt gondolom, hogy a mai embereknek a legtöbbjének koktélruhára van szüksége. Tehát nagyon kevés olyan eseményre járnak sajnos az emberek, ahol a nagy báli ruhát tudják felvenni. Jó, tehát azért a Tesco-ba se ebbe megyünk el vásárolni, de Kinga még fog nekünk mutatni ruhát, úgyhogy még most elengedjük. És mielőtt Anna tőled kérdeznék, előbb kérdeznék
Köszönjük szépen. Azt tudjuk nagyjából Erzsébet királynénak hány darab ruhája volt összesen? Ezt így nem tudjuk pontosan, mert mint ahogy említettük, ugye, hogy a ruhádnak abban a korban is szabályai voltak. Tehát Erzsébet királyné bizonyos alkalmakkor, és itt tekintsünk el bizonyos díszruha szabályoktól, tehát a díszruhákat, ilyen volt Erzsébet királynének a magyar díszruhája, azokat felvehetett akár többször is venni, hiszen bizonyos családok az értéküket, a vagyonukat ezekbe a ruhákba áldozták, mert képzeljék, hogy ebben a korban, hát nem úgy van, mint most, hogy műszállal himezték a ruhákat, hanem bizony valódi aranyszálakkal és ezüst szálakkal himzett ruhák, tehát bizony értéket képviseltek. Ezt örökölték egyébként egymástól. Így van, így van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a nagy díszruhák és báli ruhák értékeket képviseltek. Tehát ezeket azért lehetett hordani többször. De amúgy nem volt illendő egy-egy bálon ugyanabban a ruhában megjelenni. Na most Erzsébet királyné életében szokás volt a ruhákat ajándékozni. És tudjuk, hogy halála után, tehát mármint, hogy fiának halála után, 1888 után Erzsébet királyné feketében járt, és majdnem 10 éven keresztül még azt mondják, hogy csak fekete ruhát visel, de tudjuk, hogy hát azért ez nem egészen így volt. Tehát abból a korszakból... Mária Valéria esküvőjén például sötét kéket. Így van, illetve a keresztelőn viselt másikat. De ugyanakkor vannak írások, amiből biztosan tudjuk, hogy például Ferenc József születésnapjára is felvett színes ruhákat. Tehát még azért kutatunk, tehát mindig elmondom, hogy találunk nagyon sok olyan érdekességet, amire nem is számítunk. Te hány darab ruháját készítetted el egyébként? Én most per pillanat 14 darab Erzsébet ruha rekonstrukciót készítettem. És ez látható lesz majd jövő hét péntektől a Királyi Kastélyban. Így van, igen, igen. És ez nagyon fontos, hogy mi azokat készítettük el, ami valamilyen szempontból fontos volt Erzsébetnek, vagy fontos volt a divat számára, vagy fontos volt nekem. És még fogunk térni egyébként egy ruhára, ez pedig ugye a koronázási ruha, ez egy picit később. Anna, nálad mit jelent a stílus, és mit jelent a divat? Te inkább divatos vagy, vagy stílusos vagy? Most én ezt így tőled szeretném megtudni. Hát én nagyon remélem, hogy inkább stílusos vagyok, mint divatos, de szerintem két dolog nagyon fontos, meg én ugye picit máshonnan közelítem meg, ahogy Ágnes is mondta, hogyha megnézzük a két hölgyet, Diana-t és Kate Middletont, meg beszélünk Erzsébet királynéről, tehát hogy itt karakteres nőkről van szó. Ugye a mai világban, ami szerintem egy picit nehezíti a hölgyeknek az öltözködését, vagy a stílusnak a kialakulását, ezek az úgymond celebek. Tehát, hogy azért ők nem celebek. Tehát, hogy ők igazi nem. Példaképek. És nem lesz celeb egy képen se. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Tehát, hogy példaképeket, vagy olyan női karaktereket, akik valódi értéket próbálnak megmutatni, akár öltözködésben, akár viselkedésben, akár emberi értékekben. Tehát a két Middletonnal is most ismét... Igen, ezt majd mindjárt elemezhetik a szakértő hölgyek, de hogy... Minden úgy van megmutatva, a család, az érték, a gyerekekkel való hasznos idő, hogy milyen jótékonysági akciókba vesz részt, hogy mit képvisel, pedig hogy nyilván mindenkinek az életében vannak könnyebb vagy nehezebb feladatok, és nyilvánvalóan egy királyi családnál is vannak nehézségek, de hogy valahogy én azt gondolom, hogy ők példaképek, tehát a mai világban se kell elvesztenünk az érték felé figyelő tekintetünket. Csak a divat, én abszolút nem vagyok az az ember, aki divatot követ, és mégis nyilvánvalóan fontos, hogy az ember odafigyeljen, vagy én is működöm együtt divatlapokkal, dolgozom a Marie Claire-ben, figyelem valamilyen módon azt, hogy éppen mi az aktuális divat, de én azt gondolom, hogy a divat, amit valaki éppen kitalál, hogy most a csípőnadrág, vagy a magas nadrág, vagy a ceruzaszoknya, vagy nem tudom, tehát ezek lehetőségek. Tehát megnézhetjük, hogy most melyikünknek éppen mi áll jól. A csípőnadrág azt szerintem emberiség elleni vétek. Tehát nincs olyan ember, akinek az szuperül állna, hanem én például mindig úgy vagyok, hogy egy ceruzaszoknya, egy szűkített dolog, nyilvánvalóan magamból indulok ki, de hogy talán az a kulcs, és most ha végignézek itt a hölgyeken, nekem egy szívmelengető dolog, hogy azt látom, hogy mindenki eljött például ma vasárnap este, és felöltözött. Tehát, hogy felvette azt a láncot, azt a ruhát, szoknyát, és itt nem arról van szó, hogy kinek milyen drága ruhatára van, hanem hogy lélekben felkészül valamire,
és fölveszi azt a pulóvert, ott nézem a hölgyet, és ebbe a szép barnába ott a szélén, tényleg nem vagyok szakértő, de nekem nagyon tetszik, még a cipő is összeédik, tehát, hogy az ember figyelemmel van maga iránt, és azokat a ruhadarabokat próbálja összeállítani, amiben jól érzi magát, és ami az ő stílusához megfelelő. Szerintem ez lehet valamiképpen a kulcs, és ez a szerencse, hogy van kit példaképnek állítanunk a mai korban is, és azt gondolom, hogy ha akkor nem is az volt, hogy a divatikon volt Erzsébet királyné, de hogy ahogy hallottuk már Monitort többször, tehát egy nő volt, akire nem lehetett nem odafigyelni, és aki valamiképpen még ha ilyen picike 49-es is volt a dereka, és ezt kevesen tudnánk leutánozni, de hogy azt, hogy fekete-fehér, amit több helyen olvastam, nagyon szerette, azt, hogy a fehér az arannyal, azt, hogy kell viselni egy ruhát, hogy kell tartanunk magunkat, hogy esetleg nekünk mi áll jól, és valóban van, akinek az, ha a lábát hangsúlyozza, az, ha a mellkasát, de hogy magunkhoz közelítsünk valamiképpen, és ez tényleg inkább a stílus, amit Ágnes mondott, és nem a divat. Egyébként, ha az Erzsébet királynéről azt el kell mondani, hogy nagyon figyelte például más uralkodóknak az öltözködését. Természetesen most feleségekről van szó, tehát ugye hölgyekről van szó. Rendkívül figyelte azt, hogy mondjuk akár a Habsburg udvarban Metternich Paulina például, vagy Habsburg Sarolt, aki Miksának volt a felesége, akiről egyhangulag őróla mondták, hogy ő a legszebb az egész családban, és hogy nagyon figyelte őket, ők mit hordanak, és utána ezeket a ruhákat valahogy egy kicsit ugye magáévá tette. Hát tudjuk, hogy Erzsébet királynénak volt egy könyve, amiben fotókat is gyűjtött ezekről a hölgyekről, de emellett azért megtalálható volt a kornak a szépségideálja is, tehát ő azért szerte nézett a nagyvilágba, hogy vajon mi is lehet. Valószínű, hogy ő is kereste, tehát hogy önmagában is kereste, úgy kereste ezekben a hölgyekben is, hogy mi az. De Erzsébet királynénak, mikor erről beszélgetünk, hogy a divatot hogyan is követte, ő soha nem akar divatdiktátor, tehát ami milyen szempontból beszélünk róla lenni, ő mindig tudatosan választotta ki az éppen abban a korban, ami ő neki tetszett, és az ő öltözékéhez az tökéletesen az ő alakját emeli ki. Ilyen volt, és amire nagyon korán rájött, hogy a derekát hangsúlyozza mindenféleképpen, és ez megmaradt egészen haláláig, hogy mindig valamilyen öffformájában a karcsú derekát kiemelje. Aztán utána ilyenek voltak a csipkék, a zsabók, amivel meg az arcát hol kiemelte, tehát például a fekete bársonyruhánál, hogy amikor az archoz közelítünk egy fehéret, és ezt nagyon is szerette, akkor az a fehér, hogy egy kicsit az üdességét emelte ki az arcának. És utána pedig lenn, ugye későbbiekben ezeket a fodrokat, bodrokat, tulajdonképpen hát a ráncokat kívánta eltakarni, és ugyanez vonatkozott a kezénél is, tehát amikor már idősebb, egyre jobban hosszabbodtak az ujjának a csipke fodor részei, pont azért, hogy ne látszódjon, hogy már hogyan múlik az idő. Az igaz, hogy ugye az előbb egy abroncsos szoknyát láttunk, de egy idő után ő elhagyta ezeket az abroncsokat. Tehát, hát hogy ez... nem használt valami ajszoknyát, nem ért, ehhez most tényleg nem értek, tehát ami ajszoknyát nem használt. Hogy igen, mikor ezt megkérdezik, egyet tudni kell. Ebben a korban, és ez divattörténeti szempontból nagyon fontos, ez volt az a század, amikor is az első felétől a legvégéig fantasztikus volt a divatnak a változása. Hiszen amikor kezdődött az elején, a Biedermeiernek az elején, azok a nagyon nagy abroncsok, és ez az egy, amiben jó a Sisi film. Tehát ezt mindig elszoktam, hogy divat történeti szempontból, amikor kezdődik a film, és a hölgyek jönnek a hatalmas nagy abroncsokba, na az tökéletes. Tehát azt így is kell elképzelni. Igen ám, de utána ez az abroncsnak a körmérete kezdett először szűkülni, tehát elkezdett egy picit kisebbek lenni az abroncsok, és utána a formája változott az abroncsoknak, tehát eljutunk 1866-hoz, amikor is az abroncs még nagy, és itt van egy olyan változás, amit Erzsébet királyné megkedvelt, és ez, amit itt láttunk ruhát a 63-as, tehát 63-64-ben, ez a nagy fenekes. Tehát amikor azt látjuk, hogy így domborodik az abroncs, domborodik a nagy szoknya, ez volt a divat. És nekem ez volt a legfontosabb, és amikor egy ruhának a hitelességére vagyunk kíváncsiak, akkor ezt nagyon fontos megvizsgálni, hogy hogyan férnek el az abroncsok, és hogy van a szabása, mert ezzel tudjuk behatárolni, hogy hova is tehetjük azt a ruhát korban.
sorban. És ugye, amikor nézegetjük magát a Rabeding fotót, és utána nézegetjük a 67-es festményeket, akkor látunk egy abroncs változást, és Erzsébet királynak itt volt az a része, amikor az abroncsnak eltűnt az eleje, és lapos lett, és elkerült hátra. És tudjuk, hogy 1870-re viszont már a turnőrös, amikor is eltűnik a nagy abroncs maga, és csak a nagy feneket hangsúlyozzuk, de ezeket mint a divat változások okozta. Tehát azért Erzsébet királyné követte a divatot, és a divat is így változott. És valószínűleg, amiért nem szerette az abroncsot, és ez a következő két indok. Az egyik az, hogy lovagolni eleve nem lehetett abroncsba, tehát ez eleve kizárta. A másik pedig lenne, hogy amikor sétákra megyünk, tehát a gyors sétákra, azok meg nagyon akadályoz abba, hogy erdőkbe erre-arra sétálni lehessen. Tehát innentől kezdve valószínű, hogy Erzsébet királyné ezért hagyta el az abroncsot, mert sokkal kényelmesebb volt ezekbe a fodros alsó szoknyákba. Tehát olyan szempontból maradt meg az abroncs, hogy fodros alsó szoknyák maradtak rajta, és így, de a divatot ebből a szempontból neki is kellett követni. Jó. Azt mondom, ami most fog következni, szintén egy ruha Kinga által, hát ebben sem sétálni, sem lovagolni? Ez egy szintén koktélruha lesz? Igen, vagy egy... igen, egyik sem, tehát sem séta, sem lovaglás. Bár azt hiszem, hogy lovagolni azért lehetne benne, mert ha nincs benne a broncs, mint egyik ruhánkban sincsen benne. Én azt gondolom, hogy az eleganciát azt mindig abba próbálunk, hogy egy vagy két színnél többet. Ez nem nagyon sokat változott, hogyha megnézzük az 1860-as években, akkor sem a nagyon színes volt, hanem egy-két színt vigyünk föl egy öltözködésben. És hogyha megnézzük újra itt a kicsit a képen, is látom, hogy egy újabb Diana és Katie kép van, ugye a fehér, és mindig mindenhol megpróbálnak összetenni két ruhát, ami hasonlít egymásra, de azért nagyon sok minden részletben más a kettő, és mind a kettőnek úgy szintén megint az egyéniséget adja ki, hogy milyen a csípővonala, milyen a, mekkora a derékkörmérete, hova kell egy kicsit hosszabbítani, hova kell egy kicsit elvenni, kinek milyen hosszú a nyaka, milyen magasra, az előzőképpen volt ugye, hogy a Diana-nak egy ilyen magas álló galléros volt, neki meg lehet tenni, hosszú, csodálatos, szép kis gunár nyaka van, Kingának is gyönyörűen állna ez, amilyen magas nyakú álló része lenne. Nézzük a vádlikat, és minden az, hogy meddig érhet egy ruha, hol legyen az a hossz, ami a legtökéletesebben áll. De most mindig csak a hölgyekről beszélünk, de ezt hogy mondjam, hogy ez az uraknál pont ugyanilyen fontos, hogy egy zakó hossza milyen hosszú, hogy pont meddig, mely az az egy pont, ameddig érhet, vagy egy zakójának a hossza. Tehát az emberi anatómia az minden egyes embernek a teste teljesen más. Hiába akarunk ugyanazt a ruhát feladni egyikre vagy a másikra, nagyon sok mindenben jó lehet, és nagyon sok mindenben nem. Tehát, hogy azt kell kihoznunk, ha maximumot akarjuk kihozni, hogy ami az ő testformájának a legoptimálisabb. Azért azt mondjuk meg, hogy mondjuk Erzsébet királyné ilyen gyorsan nem öltözött volna át, mint Kinga. Tehát ezt azért gondolom mindannyian tudják. Az, hogy mondjuk... És mondjuk egyébként ezt szeretném elmondani, tehát én nem tudom, hogy ezt hogy csinálják hölgyeim. Ha valahová el kell menniük, egy óra alatt hogyan tudnak legalább 15 ruhát felpróbálni. Tehát, de lehet, hogy többet. Tehát, és egyik se jó természetesen, tehát ezt nem tudom, tehát ez ilyen Csaba, tanítják, ez ugye? Nem mindenhol így van. Én ezt most számtalan szó megcáfolom, hogyha megyünk a családommal valahova, hogy mi lányok, 2 perc alatt öltözünk föl, mert mi tudatosan kiválasztottuk azt, hogy mi az, amit fel akarunk menni, ez milyen cipőt veszünk, milyen harisnyát, milyen sminket, milyen frizura. Úgy elkészülünk szerintem, hogy mert mindenünk össze van készítve az urak, azt, hogy akkor most ezzel az ingel veszem föl, nem ezzel a nyakkendővel, azzal a nyakkendővel. De nekik könnyű, megmondja nekik Ágnes. Én az uraknak? Nem. Nem. Ők azok, akik a fiaimnál, meg hogy folyamatosan 2-3-szor átöltöznek. Csaba, hányszor öltözik föl, hogyha elindul egy estére? Jó, most nem az nagy bárról beszélek, mert oda nyilván megvan az, hogy mit veszünk föl mindannyian. De mi egy ilyen reggel, mikor fel kell. És ki, tehát, hogy tudja tudatosan, hogy aznap mit vesz fel. Igen. Ez a 1000-ből egy. De tényleg nem. Akkor de azért, tudom? Mert lehet, hogy önhöz járok néha. Úgyhogy, neked, szerintem Kinga még át fog öltözni, tudtam el, ugye? Jó, akkor szerintem megköszönjük neki megint.
Ugye nagyon érdekes az, hogy Erzsébet királynénál tudatosan nem beszélhetünk divatról, de mégis azért beszélünk róla, hiszen ugye ugyanazt elkövette, ugyanazt csinálta, nem voltak ugye 96 darab Vogue magazin, és nem tudom, mindenféle magazin abban az időben, de mint ahogy ugye elmondta Móni is, figyelte, tehát direkt fotókat készítetett Európa uralkodóinak a feleségeiről, a Habsburg ház hölgyeiről, ami egy, tényleg egy egész könyve volt róla, és ők ezt nézték, figyelték. Ma pedig nagyon egyszerűek vagyunk, mert előveszünk 1, 2, 3, 4, 5 magazint, és mindegyikben más van. Tehát, hogy hogyan dől el, és most ezt kicsit tőled is kérdezném, Anna, bár nem kifejezetten nem te foglalkozol pont divattal, ezért kérdeznélek téged, mert hogy, mint ahogy mondtad, ugye a divat és a stílus közötti különbséget. De téged, most nem tudom melyik újság, pedig most elég sokat olvastam, rengeteg cikk jelent meg rólad, ma Magyarország egyik legstílusosabb hölgyének neveztek és neveznek. Ezt most megkérdezhetném, hogy ezt hogyan lehet elérni, de szerintem ezt így nagyjából elmondtad. De azért mondjuk, amikor így figyeled mondjuk a divatmagazinokat, vagy divatlapokat, mit nézel elsőként? Hát ez a cím mindenképpen megtisztelő. Én mindig az összhatást nézem, de egyébként nekem nagyon jól szokott esni, ha hozzám odajön valaki, ahogy én is bátran szoktam odalépni valaki, ez akinek nagyon tetszik a csizmája, a kabátja, vagy egyszerűen valami olyan ruha van rajta, ami nekem tetszik, és éppen nem tudhatom, aki azt hiszem, hogy jártasabb a divatba. Tehát azért ránézek valakire, és hogy körülbelül tudom, hogy mit hol vett, vagy pedig hogy állíthatta össze, vagy ezt most hol láthatta, vagy pedig ez melyik szoknya, vagy melyik nadrág, vagy melyik divatháznak a ruhája. Ugye nyilvánvalóan vannak emblematikus dolgok egy-egy divatháznak, akár magyarnak, egy-egy karakteres motívuma mondjuk egy szezonban, és akkor azt, aki jártasabb ebbe, azt felismeri, de ugyanígy egyébként Zarának, H&M-nek, csomó márkának meg, vagy abban a szezonban éppen mit hoz ki. Igazából én nagyon sok helyre szeretek járni. Kiskoromban, amikor kevesebb volt a pénzem, akkor nem is, egyetem alatt is nagyon sokat jártam, lehet, hogy ez nem annyira illendő elmondani, turkálókba, és imádtam összekombinálni. Tehát amikor kevesebb pénzem volt, akkor is úgy éreztem, hogy én most valami újat fogok találni, és olyan sikerélménnyel jöttem ki egy-egy boltból, és azokat a ruhákat kombináltam össze akár egy-egy új darabommal. De hogy nálam az összhatás számít, és van egy elég erősen kialakult világom, hogy mit szeretek fölvenni. Én szeretem, hogyha hatással vannak rám, úgyhogy valószínűleg több zöldet fogok hordani, amit most Ágnes javasolt nekem. De van egy kialakult világom, hogy mi az a fazon, mi az a cipő, mi az a ruha, amit én szeretek hordani. Ez egy picit más egyébként a színpadon, mert hogy messziről más mutat jobban, mint akár magánemberként, vagy említettük a piacon rohangálva. De mondjuk én pont az a karakter vagyok, aki szereti ugyanazt a gyöngysort fölvenni a piacra, és csak épp egy farmerral, és egy színpadra egy fekete ruhával. Tehát, hogy nálam valami alap stílus van, amit nyilvánvalóan az évek alakítottak, és valamiképp az összhatás. Bocsánat, hogy a szabadba vágok, de most valami eszembe jutott. Mikor a vendégem voltál itt a kávéházi esten, akkor megütötte a fülemet az, hogy amit mondtál, hogy nálatok a családban otthon sem volt divat a tréning nadrág. Tehát ti otthon is mindig megadtátok a tiszteletet egymásnak, és otthon is mindig felöltöztetek. Igen, hát azt egyébként a mai napig nem értem, aki tréningben van otthon, de ízlések és pofonok. Nálunk az az alapvető elve volt édesapámnak, valóban mi vasárnap ünneplőben voltunk, egyébként minden nap, hogyha mondjuk munka után, de hogy az volt az alapvető elv, hogy ő többször megkérdezte tőlünk, meg egyébként az ismerőseitől is, hogy az hogy van, hogy ha az ember elmegy, ugye vadidegen emberek közé egész nap a munkahelyére, az utcára, akkor ugye felöltözik, és lurex harisnya, és tűsörk, és ahogy hazaér ahhoz,
akit kiválasztott, vagy aki a családja, tehát akkor ez ugye a legfontosabb, akkor most már csak a Feri lát, összefogja a haját, felvesz. Tehát hogy ez hogy van, hogy az idegennek többet adunk magunkból, mint annak az egy férfinak, aki fontos lenne, vice versa, hogy szépnek lássa, hogy megkívánjon a gyerekünk. Tehát, hogy nálunk például minden vasárnap, most tudom, hogy furán hangzik, de mi ünneplőbe ültünk le ebédelni, miután abba az ünneplőbe országvárosoztunk, és mi mindig odafigyeltünk erre. Tehát, hogy a mai napig most van egy-két macskanadrágom otthon, de azt nem tartom melegítőnek, de ilyen klasszikus melegítő, vagy ez a fajta szabadidőruha, vagy hogy én kimenjek az utcába egy szabadidőruhába, meg egy tornacipőbe, és szóval, hogy ez számomra teljesen elkezdődik. Ágneséknél, ugye én azért nagyjából a szalomban néha el szoktam menni, azt nagyjából tudja, hogy hány ruha található bent a szalomban? Hát megközelítőleg körülbelül olyan 2000 ruha van a szalomunkban, tehát hogyha női férfit összeadjuk, akkor olyan 2000 ruha van. Én egy picit, ha annál reagálhatnák, hogy abszolút igaza van abban, hogy igen, tiszteljük meg a másikat, hogy öltözünk ünneplőbe. Nekem a munkámból is ez adódik, hogy a reggeltől estig ünneplőbe vagyok. Nekem egyetlen egy tréning ruhám van. Azt is levittem a fiamikhoz, mert a kicsi unokámmal futok. Van egy csodálatos 2 év 8 napos unokám, aki... Katinka, aki egyébként Cirka Chanel ruhákat hoz, és vele egyszer lefutott 1,5 kilométert, és elszégyeltem, hogy nincs nekem, és azt mondtam, ha ő lefutott 1,5 kilométert, akkor nem igaz, hogy én nem tudok lefutni. Így oda tettem azt az egyet. De nyilván azt is meg lehet érteni, hogyha az emberek reggeltől estig feszélyezett öltözködésben vannak, és megfelelnek mindenkinek, hogyha hazamegy, akkor saját magát akarja adni. Ezt otthon is meg lehet tenni, hogy nem joggingban, vagy nem ilyen sportruházatban, hanem egy egyszerű, kényelmes ruhát veszünk fel, és nem kell, hogy drága legyen, mert tíz megemlítetett több márkát, ahol tényleg egy sokkal alacsonyabb értéken lehet venni, de az a lényeg, hogy otthon, ha bájosak is akarunk lenni, de már nyilván egy kényelmi, tehát nem lehet az, hogy 24 órán keresztül az ember megfeleljen mindig másnak, hisz néha saját magunknak is kell egy kis kényeztetés. Ezek a ruhák, amikről ugye azért most beszélünk, azért mondjuk meg őszintén, hogy ezek nagyon sokszor a külvilágnak szólnak, és nagyon sokszor ugye ma az a divat, mondjuk meg őszintén, hogy szeretnénk magunkat jól eladni. És az, hogy én mit veszek fel, miben jelenek meg kint, amit ugye mondasz, tehát most, bocsánat, nem akarok senkit sem megbántani, és itt azért kicsit jön a stílus, tehát hogyha van egy bizonyos táska márka, most ezt ki fogom mondani, ez a Louis Vuitton, tehát hogyha ami most ugye elvileg nagyon nagy divat, viszont ebből 100% hogy több a hamisítvány, mint az eredeti, tehát azért mondjuk, hogyha valaki ebben a... Ha valaki nem ismeri ezt a márket, azért nagyjából elmondom, hogy ekkora kis táska ebből, ez olyan nagyon sok 100 000 forintba kerül. Na most, hogyha valaki mondjuk a volánbuszon ezt látom, hogy megy iskolába, és ez van rajta, akkor az úgy 100%, hogy ez a kamu kategória. Tehát, és itt egy picit arról szeretnék beszélni, hogy tehát akár Erzsébet királyné idejében, pontosan tudtuk az arisztokraták, hogy ők hogy öltöznek. Hogyan öltözködnek a polgárság, és hogyan öltözködik a nem polgárság. Ehhez egyetlen egy mondatot hadd mondjak hozzá. Amikor én elkezdtem ezzel a korral foglalkozni, akkor egyetlen egy mondat nagyon megragad bennem, hogy ebben a korban tulajdonképpen arról szólt az öltözködés, hogy mikor az emberek találkoztak egymással, akkor a ruhájukról leolvasták azt, hogy kinek milyen rangja van, és ami a legfontosabb, kinek kell köszönni előbb a másiknak. És azt hiszem, ez egy nagyon fontos olyan dolog, hogy tudták a rangot, és tudta, hogy ki hol helyezkedik el, és a tisztelet, amit te mondtál, hogy ebben a korban ez teljesen természetes volt, és összekötődött az öltözködéssel. Én még annyit hadd mondjak, hogy csak hogy félreértés ne essék, tehát hogy mi nem feszültségbe éltük a gyerekkorunkat, tehát én egyszerűen deprimál, ha melegítőben vagyok, de ez most nem a sportalkalomról szól, mert én is járok sportolni, tehát hogy
ez szerintem nem az, hogy másnak megfelelni, meg magunknak megfelelni, és ha magunknak, akkor az biztos, hogy melegítő. Pont ez az, hogy nem. Tehát ha én magamnak, én jól akarom magam érezni, én nem veszek föl olyan dolgot, amiben belenézek a tükörbe, és nem tetszik a látvány. Tehát, hogy szerintem itt ez egy kardinális kérdés, hogy én kényelmesen akkor érzem magamat, tehát akkor vagyok jó kedvű otthon is, hogyha nem lehet senki, és ráadásul sokat vagyok otthon, mert ugye nyilván olvasni otthon tudok csak nyugodtan, vagy készülni egy-egy fellépésre. Hogyha nekem az a látvány, ha csak én látom, akkor is tetszik, és valamiképpen összhangban van. De egyébként ez is nagyon érdekes, hogy mi lehet a funkciója egy-egy ruhának, vagy egy-egy öltözéknek, én szeretem ezt mondani, vagy hogy mi lehet az, ami akár pluszba hozzánk tesz, amit te mondasz, akár színpadon, akár egy estén, akár egy családi vacsorán, és szerintem ezzel tényleg érdekes foglalkozni, nem csak az Erzsébet királyné korában, hanem a mai korban is, mert hogyha ezeket a funkciókat megtaláljuk, és hogy én mondjuk tényleg annak vagyok a híve, hogy én nekem egy Louis Vuitton táskám sincs, de nem azért, mert nem behetnék, hanem azért, mert én inkább furlát veszek, vagy Fendit, tehát azokat, amik egy kicsit az én olaszos lelket. Most nem a márkák miatt mondtam, nem csak ez most olyan divat. Igen, de hogy épp ez tehát az. Tehát, például a Louis Vuittont én minden nap, én busszal járok dolgozni, ezt szeretném elmondani nagyon sokszor, tehát én minden nap látok legalább három, most tényleg bocsánatot kérek mindenkitől, nem azért, tehát 14 éves kislány, aki éppen iskolába megy, 100%, tehát 3 ilyen Louis Vuitton táskába szaladunk. De hallod magad kívülről, tehát hogy persze, hogy van nála, mert ő valahová szeretne tartozni. Csak tehát ez ő kamu. Azt akar, de ő azt nem látja kívülről, hogy nyilván ordít, mert aki ért hozzá, az látja, de ez tök mindegy is szerintem. Mert hogy pont Rómában még kinn éltem, tehát aki árulta a hamis táskát, mondta, hogy ugyanonnan is tud származni akár egy táska, ami hamis, csak nem az az ember varja, vagy nincs belevarva a cedula, de teljesen mindegy. Tehát az a lány, vagy az az ember, aki vesz egy ilyen táskát, mondjuk van az a kategória, például az én tesóm, akinek fogalma sincs róla, és olyan boldogan mutatta, hogy egy betege hozta neki, mert ugye nem fogad el paraszolvenciát a kórházba, és akkor hoztak neki ilyen kamutáskát, a legnagyobb bájjal, ő azt se tudta ez mi. De hogy inkább ez arról szól, hogy valaki valahová szeretne tartozni, és szerintem az lenne egy szupervilág, nem tudom, hogy ezt kinek az ereje kell elérni, hogy mindenki ott érezze jól magát, ahová. És ez most divathoz is kapcsolódik, mert mondtam a hülye példámat, a csípőnadrágot, de hogy nyilván emberek, ugye mindenki azt gondolja, hogy neki az SS-be, vagy egy LS ember, egy MS-be bele kell trancsíroznia magát, és ha fölvesz egy MS nadrágot, ez a sikerélmény, miközben sokkal rosszabbul néz ki benne, mint a saját méretét venni, amiben sokkal stankabb, csinosabb, hisz rávaló. És az egész életünket úgy élnénk, hogy megpróbálunk olyan tárgyakat is, ha már itt van ez a világ, ahol tárgyakkal veszik körül magunkat, de a szép táskákba tegyünk bele sok-sok könyvet, de hogyha már tárgyakat fontosnak tartunk, akkor szerintem nagyon fontos lenne, hogy én se hiszem azt, hogy minden nap el tudok menni Dubajba nyaralni, mert az ember nem tud, meg nem is vágyom rá. Tehát, hogy ne vágyjunk olyan dolgokra, ami nem a miénk, hanem olyan dolgokra kezdjünk el vágyni, vagy olyan dolgok legyenek fontosak, amiket tényleg megengedhetünk magunknak. Mert ez rossz minta szerintem, hogyha kislányok hamis Louis Vuitton ajánlnak, de ezt tényleg mindenki csak oda tegye, ez az én személyes véleményem. Mindjárt bemutatunk még egy ruhát, és akkor Ágnes megkérem. Viszont ugye itt felvetődött egy valami. Az, hogy ami például nem titok, azt hiszem ez is egy Freibill, ami rajtad van, ugye? Ez vagy ez nem az pont? Ez Hermes, de jó, oké, okay, de a Freibill, ami egy márka, ami egy ékszermárka, nem véletlenül kért meg téged, hogy mondjuk úgy, hogy reklámozd a termékeit, és most itt ugye megint egy kicsit érdekes, hogy például hogyan jön ez össze a divat és a Erzsébet királynéhoz, mert hogy nem egy, most kitalálok valami nevet, nem tudom én, Gizike a valamelyik Faktorból című énekest kért fel, akinek ugyan lehet, hogy van 10-7 sikere a televízióban, viszont azt is tudjuk, hogy kivel hányszor éppen mit csinált, hanem egy olyan hölgyet, aki mögött tudás van, aki irodalommal foglalkozik, aki értéket képvisel. És szerintem ez egy nagyon érték, ez egy nagyon nagy dolog, mert hogy ugye vannak tényleg olyan divattervezők is, magyar divattervezők, akik most már veled foglalkoznak, hát idézőben foglalkoznak, vagy téged kérnek fel, hogy
Ami nekem például egyre inkább szimpatikusabb most, hogy bizonyos márkák, akár magyar, akár nemzetközi értéket szeretne képviselni, és ez olyan embereket kér fel, akik értéket képviselnek. És ez nagyon fontos szerintem. Én nagyon gyors leszek, mert tudom, hogy kevés az idő, és nem is szeretnék senkit lebeszélni. Egyébként tényleg a karkötőm, ami a karomon van, ez ugyanaz a minta, ami a Freiwillének a mérete, ez az úgynevezett Diva karkötő. Egyébként ez az Hermès nevezetű francia cégnek a karkötője, de nekik is a Freiwille tervez. Tehát ez félig-meddig egy Freiwille karkötő, csak a Freiwille nem használ fekete-fehéret. Én viszont imádom a fekete-fehéret, hogyha elkértem, hogy ezt is kaphassam meg. Egyébként nem Gizike az X-faktorba, de Magdi a Rúzsa Magdi a Megasztárból is a Freiwillének az arca, hogy legyen egy énekesnő is egyébként. De ő legalább már azért bizonyított, hogy azért, sokat. Hogy nem csak a 10 hét, ami... Nem. Tehát Magdi... azért itt nem kell összetéveszteni, tehát szerintem ezek az X-faktorok nagyon ebben fontosak. Ebben neked igazad van. De mert akkor régen is volt ki mit tud, de egy konzsuzsa is bemutatta, hogy ő még mindig tud valamit, de mondjuk nem biztos, hogy mindenkitől az a fontos, hogy... Igen, tehát a Magdi egy szerintem egy kivétel ezekben a tehetségkutatókban, egyébként a Freiwille nagyon korán már ott volt a Magdi mellett, de ami nekem nagyon fontos, mi is már lassan 4 éve dolgozunk együtt ezzel a céggel, aminek hihetetlen helyes a mostani tulajdonosa, Mr. Ville, aki itt is volt Magyarországon 4 évvel ezelőtt, amikor találkoztam vele. Ez egy nagyon emberbarát cég. Egyébként elképesztően drágák az ékszerei, tehát az a kategória, ami azt gondolom, hogy egyet-egyet, ha egy életbe beszerzünk, akkor az lehet az ékszereinknek az egyik kulcsa, vagy az egyik központja, nagyon szépek az ékszerei, de ami fontos, hogy ugye ők művészettel foglalkoznak, tehát valamiképpen azt próbálják megmutatni, hogy hogyan lehet az ékszertárgyban, legyen az egy karkötő, legyen az egy fülbevaló, vagy egy nyakánc, hogyan lehet összekapcsolni a képzőművészetet, mert hogy, vagy akár építészetet, Hundertwasser, ugye a legsikeresebb kollekciójuk az Klimthez kapcsolódik, és ugye Klimtnek ez a nagyon sok fekete-arany körkörös szecessziós motivumához, tehát ők mindenképpen képzőművészetet mutatnak meg az ékszereikben, de ami nekem fontos, és ahogy én egyáltalán szóba jöhetek a Freiwillénél, ez nem az, hogy Juhász Anna, hanem szerintem ami egy óriási forradalom Magyarországon, hogy ugye az én területem, most 2 óra egy divatról beszélek, de azért az irodalom, és az, hogy irodalmi rendezvényre, most ez 10 éves jubileum, hogy irodalommal foglalkozom, mert pont 2008-ban édesapámnak a kerekéfordulós 80. születésnapján tartottam az első irodalmi estemet, és hogy ezek hetente vannak, és hogy 5-6-700 ember jár irodalmi estre, ez egy nagy tömeg. Tehát mondhatjuk azt, hogy ezek 10-15 ezer emberek, akik évente az estjeimen megfordulnak, és ez a magyar embereknek a forradalma. Tehát az, hogy az emberek eljárnak, hogy most is itt vagyunk, és itt tudunk meg 2 óra, és egyetlen közösen gondolkodunk, mert az egy dolog, hogy mi beszélünk 4-en, de én bízom abban, hogy hazamennek az emberek, és egy picit megváltozik ugye az estéjük, és most annyi mindent felvetettünk, amiről jó otthon elgondolkodni. De hogy ez tényleg valahogy a kultúrának a forradalma, és emiatt, hogy én ezzel dolgozhatom, kapcsolódhatok össze tervezőkkel, akár lehetek ilyen szerencsés, hogy hordhatok ilyen ékszereket, mert hogy ezeknek is mind üzenete van. Tehát ez nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy Ágnes is még mutat be ruhákat, de hogyha őt hallgatják, azt hallják, hogy az ő gondolatisága van benne egy ruhában, és ez nagyon fontos, hogy legyen valaminek üzenete. Ha én egy ékszert fölveszek, én csak olyan márkákkal dolgozom, akár divatba, akár ékszerbe, aminek van valami üzenete, amit én mindenképpen kapcsolhatok a saját munkámhoz. Mert ez teljesen mindegy, hogy a Marie Claire beszerepelek éppen, vagy a Hello magazinban, Szegény Attila tiltakozott, amikor az esküvőnkről volt kép, de mondtam neki, hogy teljesen mindegy, mibe vagyunk benne, ha én ugyanazt mondom. Tehát Juhász Anna irodalmár van ott, és az irodalomról beszél. És hogyha ékszer kapcsán tudok beszélni a kultúráról, egy napilapba vagy egy bulvárlapba tudok beszélni, akkor én mind boldog vagyok, mert minél szélesebb körbe tudom terjeszteni azt az igét, amit megtanultam otthon, és ami miatt újabb és újabb emberek fognak bejönni irodalmi rendezvényre, és az csak 1,5 óra, de amit utána otthon eltölt, vagy amit tudunk változtatni az ő életén, ez az igazán fontos. Egy mondat jó, amit ki most kérdeznék tőleg, mert tényleg nagyon rövid az időnk, és még minden van egy-egy kérdésem. Ki volt a leg
legstílusosabb magyar irodalmár, vagy ki a legstílusosabb magyar irodalmár? Ki volt, jó? Tehát ne sértsünk meg, ki de volt? Író is lehet, ugye? Vagy költő? Hát abszolút. Jaj, de hát ez egy költői kérdés, mert természetesen Szabó Magda volt, aki ugye 1944-ben a római szépségápolásból írta a szakdolgozatát, nem véletlenül, ez nem csak a latin műveltséghez való vonzódását jelentette, amivel a könyveibe találkozhatunk, hanem azt is, ahogy ha valaki olvasta az ő szakdolgozatát, egyébként fönn van az interneten, Google-be be kell írni, akkor elolvashatjuk pont, amiről szintén Ágnes mesélt, vagy picit beszélt, a különböző krémekhez, a nőiséghez, a tényleg az arc ápoláshoz, a hajápoláshoz való vonzódását, amit nem tudom, hogy ismerték-e személyesen Szabó Magdát, gondolom van itt olyan, aki akár személyesen is ismerte, vagy látta. Tehát ő tényleg egészen idős koráig odafigyelt a kinézetére, olyan ruhákban jelent meg, és olyan ékszerekkel, és olyan kabátokban, ő ugye csináltatott is ruhát, nagyon sokat. Tehát, hogy neki ez kifejezetten nagyon fontos volt, én őt mindenképpen kiemelném. Jó, és akkor most Kingát ismételten megkérnénk, hogy jöjjön be egy ruhával. És akkor Ágnest is szeretném megkérni, hogy akkor erről a ruháról is mondjon nekünk valamit. Beszéltünk arról, hogy milyen sok ruha van az üzletünkben bent. Amit tudni kell róla, hogy nincs két egyforma valamivel, biztos, hogy más. Ami ezen a ruhán van, ugye, hogy egyszínű, de hogyha picit közelebbről megnézzük a nehéz selyem taftnak, mind a két oldalának színe van, és ez a rózsákba jön ki a legjobban. A rózsák kézzel készültek. Bármennyire gyakorlott valaki ebbe a rózsakészítésbe, egy nagy rózsát egy óránál előbb nem tud elkészíteni. És a rózsán lehet látni azt, hogy az inverzia van a másik oldal, tehát hogy egy csodálatos szép, és mindig minden, amit szoktam mondani, hogy ne sok színt viseljünk, tehát ne sok színből álljon a ruha, az az egy-két szín, ami a letisztultságot adja át ebből. Köszönjük szépen, és akkor egy utolsó kérdésem lenne hozzád, Móni. Köszönjük szépen Kingának, és köszönjük a szép ruhákat. És természetesen az utolsó kérdés az Erzsébet királynéhoz kötődik. Ugye van egy, amit említettél, egy koronázási ruha, amiről ismerünk fotókat, de kiderült, hogy az a fotó az végül is nem is az, ami valójában volt a koronázási ruha. És itt is felmerültek ugye az ékszerek, nagyon-nagyon sok minden. Erzsébet királynénak egy picit erről a koronázási ruhájáról kérnélek meg, hogy meséljél, hiszen ez is egy közben 10 évig kutattad, kerested a valót, elkészült, és ez is látható lesz majd a jövő héten. Igen, hát tulajdonképpen az én idelem az elmúlt 14 évben hát ezt határozta meg, ugyanis én amikor ezt megláttam, én ugye elkezdtem kutatni, és 2007-ben mire elkészítettem ezt a ruhát, a Rábedding felvételét, addigra rájöttem, hogy igazániból Erzsébet királyné nem ezt a ruhát viselte a koronázáson, és tettem magamnak egy fogadalmat, hogy én mindenféleképpen, amíg élek, tehát ezt a ruhát el fogom készíteni, és kikutatom, hogy hogyan, és történészek is segítettek nekem ebben természetesen, és ennek a ruhának az az érdekessége, hogyha itt stílusról beszélgetünk, meg értékekről, hogy Erzsébet királyné igenis, mikor kivívta, hogy hát és sok köze volt ahhoz politikailag, hogy 67-ben ugye a kiegyezés létrejöjjön. Azért tudni kell, hogy az államkincstárba hát nem volt elég pénz. Na most ugye mondtam, hogy a ruhák... Akkor se. Hát volt, de hát azért, ha tudjuk ezeknek a ruháknak a történetét, hogy ugye az egyházaknak ajándékozták, és ezekből mise garnitúrákat készítettek, tehát abban az időben ez volt a szokás, akkor azért gondoljunk bele, hogy nem mindegy, például Zita királynénak 4 kiló aranyat vételeztek ki a ruhájához az államkincstárból, hogy elkészítsék. Azért abban a korban az uszály hosszabb volt, nagyobbak voltak a ruhák, tehát most ott van... A 4 kiló aranyat beledolgozták a ruhába? Így van, hiszen azokból a
hát fémszálat készítettek, és az sajnos aranyból kellett készíteni, vagy ezüstből, lamészálakat, és ezek tényleg valódi arany voltak. Ferenc Józsefnek a huszár egyenruhája, amit ott is látunk, az szintén aranyszálból készült. Tehát azért a férfi ruhákra is, hogyha kitérünk ebben a korban, szóval azért voltak olyan drágák ezek a ruhák. Nekünk is Magyarországon 2 darab ilyen tábornoki egyenruha van a mai napig is múzeumi tulajdonban, tehát ezek kilóra mérték. Na most Erzsébet királyné egy nagyon okos asszony volt, mert ő kitalálta azt, hogy mindenután ezt tudta, hogy oda kell adományozni ezt a ruhát az érsekségnek. Ezért ő ezüst szállal hímeztette le a ruháját. És akkor itt most van egy csavar ebbe a történetben, hogy mindenki vörszöt mondta annak idején Erzsébet királynénak, ugye ő készítette a ruháját, és ezt szerencsére kinyomoztuk, hogy nem vörst készítette, és megtaláltuk a ruhának az eredeti készítőjét, és pontosan tudjuk, hogy hol készült még a gyárnak az épületét is, és hát remélem, akik ellátogatnak a kiállításra, majd akkor meg fogják tudni. Akkor most nem mondjuk el. Nem fogjuk. És Erzsébet királynénak az ő saját ruhája mellett még 18 palota hölgynek készítették el a ruháját, és ezek a ruhák májusban érkeztek meg, és volt köztük olyan hölgy, akinek ezt a ruhát, és Erzsébet királyné, és itt van a szabály, amit említettünk, öltözködés, bizony ebben a korban a császárnénak, vagy királynéknak 4 méter fölötti lehetett az uszája, míg az udvarhölgyeknek, vagy gróföknek, grófinknak nem lehetett 3 méter 60-nál hosszabb, és ezt azért tudjuk, mert mikor mértük a korabeli ruhákat, a 3 méter 60-at, 3 méter 20-at nem igen haladták meg a ruháknak a hosszai. És akkor ezek a ruhák is, tehát egy 3 méter 20 centis ruháról is, ha beszélgettünk, tömény arannyal hímezve még mindig értékesebb, mint Erzsébet királynak a 4 méter 80 centis uszályos ruhája. És mit talált ki Erzsébet? És ezt a korabeli újságokból tudjuk, hogy a ruha tulajdonképpen, mikor Erzsébet királyné vonult benne, a feje tetejétől az uszájnak a végéig, mint egy gyémánt zuhatag, úgy jelent meg az emberek előtt, és mi most már tudjuk, hiszen a Mise garnitúrának láttuk a helyeit a hímzésen, ahol is Erzsébet királyné még a ruhát hímezték Brüsszelben, addig az ékszer garnitúráiból, és tudjuk, hogy volt olyan ékszere, karkötője és nyakéke, amiben 400 darab ékkő volt, az ékszerészek kivették ezekből az ékszerekből a gyémántokat, brilleket, ezeket befoglalták, és mikor májusban megérkezett a ruha, akkor az udvarban bizony egy gyors munka kezdődött, és több mint 4500-4800, ezt pontosan nem tudjuk, mert ugye annyira pontosan nem lehet ezt leszámolni, meg nem tudjuk, hogy biztos, hogy minden helyre tettek-e, meg azért az égköveknek is a méretei ugye különbözők voltak, meg a csiszolások is, tehát ezt mindig elmondom, hogy a gyémántnak is a csiszolása, mert egy kicsit belementünk ezekbe az ékszerkészítés történeteibe is, hogy hogyan nézhettek ki, meg csillogtak, tehát ezeket fölvarták, és mikor vége volt tulajdonképpen magának a ceremóniának, akkor erről a ruháról vissza lebontották az égköveket, és utána visszatették az ékszerekbe. Tehát akkor is, és most is, hogyha ezt így végig gondoljuk ezt a folyamatot, akkor is, és ma is a világ legdrágább ruhája volt ez a koronázási ruha. Hát és ezt megnézhetik. Ennek legalább, hát nem ez sajnos, hanem hát ugye, sajnos amit Móni elkészített ennek a másolatát, illetve még akkor összesen hány ruhának? És összesen 14 darabot. Összesen 14-nek november 17-től. Így van, így van. November 17-től február 25-ig, és mi ezért a ruháját az idén megkaptuk, az év magyar kézműves remeke díjat is, és kifejezetten 2 is kaptunk, és nagyon büszkék vagyunk, mert kiemelték, hogy maga a csipke, amit készítettünk, az kifejezetten magyar kézműves remek, hiszen a Hunnia csipke, amivel levertük ezt az egészet, ezt tudni kell, hogy ez azért világra szóló, mert Brüsszelben, ahol az eredeti brüsszeli csipkét őrzik, ott abban a múzeumban mi megkívánják őrizni a kézművességet, és a Hunnia csipkéből 3 darabot is őriznek, hiszen ennek a minősége felel meg leginkább az eredeti brüsszeli csipkéhez, és egy iparművész verte le nekünk a ruhának a csipkét több mint 1 éven keresztül. Hát akkor gratulálunk. Köszönöm. És akkor még a legvégére egy ruhát szeretnek bemutatni nekünk Ágnes. Ő most már egy estei ruha? Igen. Ez egy estély ruha, ez hernyos sajámból készült. Itt szerintem a látság, az esés, egy szövés technológiája van, mert a sajámokkal tudni kell, hogy nagyon-nagyon gyűrödnek, de ez egy olyan szövés technológiával van megszőve, hogy
nyilván gyűrődik, de nem olyan mértékben, mint a sejmek gyűrődnek, úgyis meg tud maradni a látság, az esése és egy bája. Hát nagyon szép, ezt el kell mondani. És hogy azt még akkor szeretném elmondani, hogy nagyon szépen köszönjük természetesen Kingának ezt a bemutatót, mind a négy ruhát. Úgyhogy mégis egy óra alatt négy ruhát sikerült bemutatnunk. Azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon jól megy. Ez régebben nem sikerült volna szerintem ilyen gyorsan. És hogy valójában ugye miért is Mónival, Annával és Ágnessel beszélgettünk most így egy héttel az Erzsébet bál előtt. Ennek egy kicsit az is az oka, hiszen mint ahogy már ezt elmondtuk, Móninak a kiállítása november 17-től a Királyi Kastélyban tekinthető meg, Ágnesnek több ruhája tekinthető meg az Erzsébet bálon, és hát ugye magának az Erzsébet bálnak pedig a háziasszonya lesz majd. Tehát így jött igazából ez a beszélgetés, és amit én nem mondtam, hogy miért Annára esett a választás, ez pedig pontosan az irodalom, hiszen ugye te ezt elmondtad, hogy te irodalommal foglalkozol, és Erzsébet királynéről pedig nagyon kevesen tudják, hogy nagyon sok verset írt ő egyébként. Tehát, és így kértük fel mi is Annát, az irodalom által, tehát a stílus, nem csak a divat, hanem valójában a stílus és az irodalom. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm, hogy itt voltak, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Kicsit valójában lehet, hogy néha úgy tűnt, hogy csapongtunk így Erzsébet királynétól a mai divaton keresztül nagyon sok mindenen át, de rengeteg minden van egyébként, ami nem véletlen ez, hiszen láthatják azt, hogy azért az idő az halad, de igazából a divat az, vagy a stílus az mindig marad, és fontosabb a stílus, mint maga a divat. És nagyon szépen köszönjük, és természetesen köszönjük Ferenci Beátának is, aki egy keringővel fogja zárni a mai esténket.